uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Húha, ilyen késő van, gyerekek. 6 óra múlt 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A macska rúgja meg. Sziasztok. Hogy szalad az időt, de szaladhatna gyorsabban is. 6 óra múlt 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Jó idő van, nincs hideg. Tegnap amennyire esős volt, meg nem tudom mi volt. Most legalábbis itt Budapesten, azon a környéken, ahol mi jöttünk, ott most nem esik. Hogy aztán ország szinten, vagy országos szinten mi a helyzet, azt nem tudjuk, de egyelőre itt jó idő van. Nem? És marad is. Marad is? Igen, ma még valami napsütés is mondtak, gyerekek. Hát az... Igen, Barbadosra. Nem, tényleg, azt olvastam tegnap, hogy ma napsütés, és utána majd jön az eső, megint megjön a hó, meg minden, úgyhogy fölrakadtam a téli gumit tegnap. Nagyon jól tetted. Ezt nem hiszem el. Hát évek óta azt hallgatjuk, hogy december 2, Sebestyén Balázs még mindig nyári gumi. Nem, mióta a gyerek megvan, azóta nem. Figyelsz? Előtte igen, mióta a gyerek van, azóta nem. Nem szórakozunk, nem játszadozunk itt. Hát itt csak mi? Nem csak rólunk szól ez a dolog. Nem, mióta Benny van, azóta tényleg, szóval akkor úgy döntöttem, hogy eddig vicces volt, meg nem, de most már a gyerek is ott ül mögöttem. Eddig vicces volt. Raktam akkor is, nagyon régen nem hittem benne, 25 évesen, de most már azért jó pár éve. Tudom, hogy nem egyedül veszünk részt. 24 vagy. Igen, nem, mint Erdély Monika, igen. Nem egyedül veszünk részt a közlekedésben, úgyhogy felelősséget tartozunk honfitársaink iránt. És máshogy tapad érzed, jó? Hát gyerekek, én semmit nem érzek. Le is szálltam, tegnap este lementem a garázsba, alsógatyával, félmeztelenül, papucsba. Tehát azt gondolom, hogy divatikon voltam. Vájárcúzban, mert olyan mélyen van a garázs. Elemlámpa funkcióra bekapcsoltam az iPhone-omat, és megnéztem, hogy tényleg téli gumi van-e fönt. És? Vagy leszették, és visszatették, tudod, ugyanazt. Egyébként ismerősök csinálták, tehát nyilván nem erről van szó, mert nagyon helyesek. Csak vizsgálgattam, hogy ez milyen gumi, meg elégedett vagyok vele. Megsimogattad a mintázatot. Szeretem nézni, amikor valami új dolog kerül fel az autóra. Megnéztem a bordázatot. Top 2009. Ezt írja. Jól van. Azt írja meg nekem valaki, hogy mi a gumin az a szám, ami azt jelzi, hogy a gumit mikor gyártották. Állítólag van egy 4-jegyű szám rajta valahol, sok betű meg sok szám van rajta, tehát 245 per 75 R 21, mit tudom én. De van rajta egy 4-jegyű szám, ami azt jelzi, hogy ez a dátum, ez a hónap, ez az év, és akkor gyártották a gumit. Na, hogy azt hol kell keresnem? Meg akarom nézni, hogy mikor ilyen gumit, csak kíváncsiságból. Az belül van. Az egy nagyobb szerelés lesz. Igen, hát a feltevés előtt még meg tudod nézni, utána soha többet. Menj le egy csontozókéssel, vágd végig a gumit, fejtsd le róla. De tényleg, hogy mikor? Biztos, hogy két új a gumi, meg egyáltalán nem. Csak tudni akarom, hogy ha más gumit nézek majd, ahol nem annyira egyértelmű a helyzet, mint az enyém, mert nekem valaki olyan szerzi a gumit, aki nem vág át, ez egészen biztos. Meg ez eszembe se jutott, csak akarom tudni, hogy például majd, ha édesanyám még raknak gumit, vagy bár, akkor meg tudjam nézni, hogy mikori gumit vettek. Mert ugye sokszor van az, hogy készleten tárolt téli gumit, neked eladnak. Aha. És azt mondják, hogy ez friss, közben már ott állt mondjuk egy 2-3 évet. Vagy tizet. És az nem annyira szerencsés, mert a téli gumi ugyanúgy megkeményedik. Te hol van ez a szám, te tudod? Nem, én most egy olyan típust rendeltem, ami nagyon friss, amiről tudom, hogy a tesztek alapján mondjuk nem lehet annyira régi. Mert hogy új maga a típus. Igen, most rendeltem meg, márciusra fogják hozni. Nagyon jó, szép időben lesz, de akkor jövőre még mindig jó. Neked. Tudod, mit láttam a gumin este? 12:00-kor félmeztelenül alsógatjában mezítláb a garázsom elemlámpával? Egy gekkót? Igen, nem azért kell elemlámpa, mert nincs világítás a garázsomban. Ha nem, mert hogy van a telefonodon, és miért legyen rajta, ha nem használod? Mert a célfény. A célfény, így van, letérdeltem, és akkor egészen nem mozogtam, akkor nem érzékeltem a mozgásérzékelő, hogy benn vagyok a garázsba, elaludt, és utána csak az elemlámpával tudtam vizslatni a gumit. Egy 20 percet azért ezzel el voltam. Made in Hungary. Tényleg? Gumid? Na ez milyen? Made in Hungary, megmondom neked, Michelin. Nem már. Made in Hungary. Azt hittem rosszul látok. Nem is lengyel magyar, mert ha hangkok, akkor megértem, de... Azt hittem rosszul látok. Mondom. Mert a hangkokról tudtam, hogy az... Made in Hungary. Az magyar, de... Michelin. Érdekes. Nem mondom a típust. Nem is érdekes. Michelin Wide? Igen. És a hátsó gumimon volt Sandra Iron, a jobb oldalon Alexa, vagy Aleska Diamond. De ez egyébként jó márkanevek lennének, nem? Igen. Én bírnám.
Igen, Tori Black, Sasha Grey. Igen. Szóval, na ez hogy van, gumiszakértők? Hát csak, akkor van Magyarországon Michelin gyár. Hmm. Magyarországon gyártanak Michelin gumit. Vagy az átvételnél megbillogozták. Keresztül ment az országon már a miénk. Hát ez nem érdekes. Tudom, én sem hallottam róla. Ez érdekes. Ugye? Ugye? Hmm. Nem tudtam, hogy van Michelin gyárunk Budapesten, vagy Magyarországon. Hol van Michelin gyár? Érdekes. Én sem tudtam. De minden esetre jót vettél. Michelin gyár Budapest. Megkerülök. Hát Budapesten csak nincs. De. Pesten Kerepesi út 17. Ne hülyéskedj. Hát megőrülök. Itt vannak. Betörtek a kerepet. Itt van az egy ilyen abroncsgyártó Kft. És nem lehet ott olcsón venni gumit. Hát azt már nem tudom. Nem írja, hogy helyi árusítás. Azt már nem, meg annak így már nem is akarunk reklámot csinálni. Két melós kimegy és kigurítja nekem. Tudod, azt hittem, hogy mit tudom én, Tájván, vagy Hongkong, vagy mit tudom, Japánban valahol, nem tudom. Nagyon érdekes. Ugye, hogy meglepő? Nagyon érdekes. Na, viszont megvan az, hogy mit kell nézni a gumin egészen pontosan, az igen. A dot szám, tényleg dot. Ilyen dot számok vannak rajta, meg ilyen mindenféle. Az első kettő a hét, a második kettő az év, amikor gyártották, tehát ha van egy olyan dot számod, hogy itt volt az ebben teljesen egyértelműen. Igen, 44.08. Igen. Az. Akkor az amivel a második két szám az év, az a 2008-ban gyártották, a 44. héten. Aha. Tehát egy 44.08-as dot szám, az 2008-as gumi, a 44. héten gyártották. Aha. Dot szám. Tehát akkor ez valószínű, hogy valamilyen 13-as lesz a második két szám. És az első kettő pedig mit tudom én 40-ig bezárólag. Aha. Valami. Ugye? Na ez az jó. Az első kettő 52-ig. Bár az első kettő 52. Nem dolgoznak, az utolsó két évben akkor 50-ig. Igen, akkor 50-ig. Na ez tök jó, ezt nem tudtam. Tehát van ez a dot szám. Aha. És valami ovális részen kell keresni. Az ovális ilyen. Körben, hó, év, aha. Így van. Figyelj, tudod mennyi információ van egy ilyen gumin? Hát, hogy mennyivel tudsz például menni. Igen, az Y, vagy amit igen. Tudom én, akkor igen. Az a végsebességét jelenti. Ugye van ez a 235 per 45 R, mint a 18. Tehát ez egy dolog, ez semmi. Végig. 20 per, dot, izé, nulla, jelek, át, Y-ok, Z-k, tehát rengeteg. Hópihe. Konkrétan egy, nem tudom, egy regényt el tudsz belőle olvasni. És olvasgattad ezt? Ott nem, nézegettem. De próbáltam. Meg minden gumit külön elolvastál, vagy mindegyik ugyanaz? Nem, a két első gumimat nézegettem. De tökre szerettem megnézni, amikor új dolog kerül fel a kocsira, és akkor így tudod, így megfogadom, megnyomkodtam, hogy milyen, még a kis szálok álltak, letéptem egyet. Felvitted magad jött a szobába. Igen. Gondolkoztam, hogy hol lehet ez a szám, tudtam, hogy van valami szám, jó lenne megnézni, úgyhogy nagyon-nagyon jól szórakoztam. Nyíregyházán van egyébként a gyáruk. Aha, akkor ez csak valami. De ti tudtátok ezt? Nem, hát azért nem. Mondtuk mi is, hogy nem lehet a Michelin hungari, és mégis. Tök dolog. Mondjuk én minden másban így igyekszem arra odafigyelni, hogy a magyar ipart, meg a magyar gazdaságot támogassam a vásárlással, de azért ebben a dologban inkább a tesztekre hagyatkozok. Aha, és az megmondja, hogy mást írt. Nem, mert ő is nagyon jókat írt, de top 3-ban. Ez is benne van, úgyhogy... És akkor márkatársak lettetek? Néha nem, én az első helyzetől vesz. Szerintem egy öt olyan kategória van, amit azért úgy meg kell fontolni. Vannak középkategóriájuk, azok sem sokkal rosszabbak, de nagyon jó, de Jani mutatta nekem, tehát nagyon jó tesztek vannak fönt az interneten, hogy vizes út, hogy fekszik fel, havas út, jeges út, csak jeges, havas jeges, vizes jeges, vizes havas, havas vizes latyakos, tehát mindent letesztelnek. És valami teljesen... mindent tud? Nyilván kapnak egy ilyen összpontszámot, amivel átlagolva kihoznak egy végeredményt, aha. És akkor tényleg ezek a szempontok is benne vannak, amit a Bali mondott, és akkor a végén ott van az, hogy melyik. Van egy gyártó, akik így évről évre így mindig ott vannak így az első kettőbe, de mondjuk azért sincsen egyszerű dolga, mert hát ez a... Akkor kérdeztem, hogy mekkora, és akkor mondjuk 21-es. Mondom, akkor nincsen. Nem tudom, hogy akkor a számot. Így van, oda mentem el, és akkor láttam, hogy hol kezdődik, mert odaig le tudtam hajolni, de a tetejét már nem láttam a guminak. Iszonyatosan nagy. Igen, most vettem volna 4 lemezvel, erre minimum a 19-es, tehát nem tudok rátenni kisebbet. Vettem volna 4 lemezvel, mint 4 gumit, és sokkal rosszabbul jött volna ki, mintha vettem 21-es csak gumit, téli gumit,
felni nélkül. Én azt hiszem, hogy egyébként nem lesz olyan nagyon nagy baja egy alufelnének, soha vigyázol rá. Meg ezeket most már azért lehet javítani. De igen, mindig felnit is cseréltem, volt téli felni, nyári felni, egyszerűbb is. Csak lekapják föl, akik nincs ez a levétel. De most nem akartam 4 lemez felnit venni. Van 21-es téli gumi, ez engem is meglepett. Azt hittem, ekkora méretben nem lesz. Brutális. Én rád is van sapka, hát. Végül is. Milyen? Jaj, kérdezzétek, Almá Bertákról van szó. Tegnap találtam egy nagyon jó cikket egy internetes portálon. Egy fotbalista, egy brit labdarúgó, az 20-as angol válogatónak a kapitány André Wisdom egy kicsit elment túrázni az erdőben azzal a megfelelő gépjárművel, amit ő arra gondolt, hogy erre tökéletesen alkalmas lesz. Ez egy Porsche Panamera Turbo. És hát 5 kilométert haladt benne bent a csalitosban, nyilván élvezte a természetet, aztán megállt egy kicsit, megpihentette a járművet, mutatom nektek a képet. Mutatom nektek a képet. Jézus. Egy kicsit lepihentette egy 10 méter hosszú pocsolyában, amiben annyira megrekedt, hogy egyszerűen nem tudott tovább menni. De ő azt gondolta, hogy ez egy tipikus outdoor jármű. De ez oda való. Neki, hogy ezt ki lehet vinni az erdőbe? Azt mondják, mert próbálták magyarázni a bizonyítványt, azt mondják, hogy elromlott a GPS, de hogy 5 kilométert halad ment az erdőben ezzel a célnak nem maximálisan megfelelő járművel, és aztán ideig jutott, majdnem egy napot állt bent az autó, utána bementek egy traktorral, és kihúzták, a saját lábán ment el, de lehet, hogy gazdasági totálkáros lesz. Ez egy használtan kb. 30 millióba kerülök. Hát valamiért az annyi. Hát már 22-23 év is van a használtan. Kis autó. De hogy ő mire gondolhatott akkor, amikor megjelátta az ottani kék jelzést a túraútvonalat? Ezzel hát átmegyek. Ha van egy túraautó, akkor ez egy jó tud túrázni. Egy Monty is találta meg egyébként az erdőben az akkor már gazdátlanok tűlő járművet, és nem itt a szerének, hogy ki ez a hülye. Hogy ki jött be idáig ezzel a Bertával. Nem túl szerencsés. Hát, nyilván új az autó, már mindenki látta a városban, gondolta, elviszi, megmutatja az őzeknek, a mókusoknak és az ervészeknek is. Igen, már van olyan terepjárom, mert van egy úgynevezett gázlóméség mérő, ami egy ilyen lézeres, illetve pontosabban egy infrás gázlóméséget számít neked, és ha beleállsz egy pocsolyába, hogy megmondja neked, hogy körülbelül milyen mély, és hogy meddig mehetsz, és kiszámolja neked, és jelzi az autón. Csak ez a Panamerában egyébként nincs benne. Ez egy hasznos funkció. 40-ben nem fér bele. Hasznos funkció, főleg a offroadozol, de hát egy ilyen Panamerával azért ritkán szoktak mondjuk erdőbe menni. Ilyen szép az a Panamera. Szép. Még így is egyébként, hogy egy picit, picit saras. Egyébként egy idegenbeli meccsre ment éppen. De hogy levágtok, mi ott vagy. Levágtok. Igen, hova építettétek ezt a stadiont? Figyelj, ha már tényleg így autók meg gumik, adjál már egy kis szilikonzsírt, majd még ma este nekiállok. Jól lesz, szilikonzsírozom. Mindenképpen kenjük le, nehogy felrepedjen. Kérdezték, Bali, lesz szilikonzsíroztad? Meg szépen csillog körnek. Az első 5 méteren. Az első 5 méteren, igen, pont olyan, mint amikor a kocsimosóba tudod, lefújják szilikonnal hasonló, és egyébként az is tök jól néz ki egy ideig. Az ilyen tubusos 30 grammos, amit így lehet kapni egy gyógyszertelő, az nem jó rá, mindenképpen minimum tégés, de inkább vödröst kell venni. Mindenképpen. A tiédre engem, már nagyon sok kell. Engem ismersz, tehát annyi milliód legyen, ahányszor én a télen lefogom szilikonzsírozni a téli gumimat, meg a vikiét, meg a nyárit, meg bármit. Nem csak gondoltam, tényleg, hát most lehetne egy ilyen szakrális szilikonzsírozás, hogy te meg én átjössz is a mi garázsunkba, fiúk a garázsban. Fiúk a garázsban. Szilikonzsíroznak, hát ez már szinte forgatható. Vagy kenjük a szilikonzsírt. Nekem csak öklöző zsírom van otthon, úgyhogy azzal le lehet. Szerintem az jó. Ezt nagyon sok mindenre lehet használni egyébként. De vigyázz, mert az nem jó, mert az csúszik. És egy téli guminál nem jó, ha csúszik. Az igaz. Amikor az oldalát kened, de ha picit odafröccsen. Igen, hát a futófelületet a Jani se keni szilikonzsírral, csak az oldalát. Hát de ha oldalról az salakkal szórom, hogy jobban tapadja. Na mindegy, most kimegyek, megnézem ezt a számot, gyerekek. Mi újság veletek? És meddig vagy tűrőképes a DOT számmal kapcsolatosan? Hát szerintem egy-két éves gumi, van valami szabály, hogy 5 éves gumit, 4 éves, 3 éves gumit, valamit már nem hozhatsz forgalomba. Tehát ugye, ha a gumit, ha nem használják, csak áll, akkor is maga a téli redőknél, ezt egyszerűen még gumit sem elmagyaráztam, hogy vannak ezek a kis fogacskák a téli gumin. Mm-hmm. És ugye ennek az a lényege, hogy ez amikor tapad, akkor szétnyílik, belekapaszkodik a hóba, és ugye magában a redőbe megy bele a hó. Viszont ha te nem használod a gumit, és 2-3 évig áll, akkor ezek a szétnyíló valamik, ezek megkeményednek, és nem tudnak szétnyílni, és bekeményedik a gumit. Hiába nem mentél vele egy métert, csak bizonyos idő után már nem tudja a fogait szétnyitni, és semmit nem ér a gumi. És ugye úgy vágnak át embereket, hogy eladják nekik, hogy itt van, jó, ez vadonatúj, nézd meg, csak nem nézed meg, hogy mikor gyártott, és olyan, mintha egy ilyen lapon futnál,
ugyanis ezek a fogak nem tudnak már szétnyílni. Tehát ha 2008-os adottad, akkor megyünk a csávóhoz, szétkapjuk. Ha megtámadjuk Nyíregyházat. Ostrom alá veszünk Nyíregyházat. Nem, csak kíváncsiságból semmilyen gyanúm nincs, meg olyanok adták, akik nagyon megbízhatóak, meg kedvesek, meg nagy cégük van, tehát hogy semmilyen nincs. Egyszerűen csak kíváncsi vagyok, hogy megtalálom ezt a számot. Tehát ezek a dolgok érdekelnek. Jó, mindig tanulni valami. Meg kell ráadásul, ez a márka nem is túl végé, úgyhogy a mobilis nyugodtan. Nem, persze, mondom, nem ez, nem ez, nehogy érzem. Illetve ez a típus, nem a márka az régi, de a típus, amit vásároltál, az, amiről beszéltünk korábban, akkor ez nem is olyan régi, úgyhogy... Kérem, ez tökély, megtanulsz valamit, odamész, megnézed, tényleg úgy van, ez egy jó dolog egyébként. Valaki kérdezi, hogy Bali, milyen idő lesz ma, vagy hány fok lesz ma, egészen pontosan így jött a kérdés. Hát most ebben az időjárás kisokosba tudjuk megnézni, hogy 8 fok van most jelen pillanatban Budapesten, és országszerte egyébként napsütéses 12-13 fok lesz, Közép-Magyarországon fog sütni leginkább, és ma nagyon komoly csapadék nem várható, ez nem. Az időjárás. Most ilyen izévied, a páratlan napokon rossz idő lesz, a párosokon pedig jó. Az internet szerint ezt egyszerű megjegyezni. Tehát holnap megint rossz lesz, aztán csütörtökön megint jó, pénteken megint rossz, szombaton meg jó. Hát a szombat már az keményebb, ha az 5 fok jónak mondható, jó, akkor az kérdés, hogy mennyire jó. Csak ne essen. Tartósan ködös, hétvégén maximum 5 fokos csúcsmérséklet. De maximum mínusz 5 vagy? Még pluszban vagyunk. Hát akkor. Síelés? Megyünk. Persze, hát sok már, sikert. Már megbeszéltük a Janival, hogy gyerekek, csak szólok létet. Előre. Igen. Hogy december 23-áig minden nap itt vagyok. Aha. Menjetek sokat, pihenjetek, használjátok ki, január-februárban eltűnök. De két hónapra vagy? Nagyon fogtok hiányolni. Most mindenki helyett dolgozom. Húzom az igát, csak szólok, hogy tervezek. Mi is itt vagyunk, csak szólok. Na, az a mi is itt vagyunk, az most az utóbbi időben megkopni látszik. Azt a 3 napot, hú de tényleg. Azért mondom. Hújjújjúj. Nem csak, mert ha azt mondja, hogy Jani mondta, hogy mi is itt vagyunk, akkor az oké, de ez a mi is itt vagyunk, azért most becsúszott egy-kettő, nem? 3 nap, mondom. Na jó, hát az ebben a formában már a mi is itt vagyunk, már nem érvényes. Csak mondom, hogy vegyétek, menjetek, osszátok. Pihenjetek. Hmm. Csak mondjátok meg, hol lesztek, majd küldök lapot én is. Lőrincről? Mert hogy tervezek menni síelni, és tervezek menni máshova is. Csak jól is ne legyen az, hogy a Bali nem szólt. Jó? Ez a megszólalás megvan, tessék ledokumentálni, szóltam. Tőlem nem kell elkéreckedned, úgysem fogsz tudni elérni. Mert addigra te már szabadságon leszel. Úgyhogy tényleg, ha még van, vegyétek ki. Hát még, Janinak, 20 nap. Még én is 10 fölött vagyok, úgyhogy igen? Persze. Jó. Az idős korunkra való tekintettel. Ha igen, mert tudom, gyerek, fölött, dupla gyerek, persze, igen, gyerek. Igen, 40 fölött, nektek mentek ilyen. Vár a szoboszlói gyógyfürdő. Súlyfürdő. Súlyfürdőben már beutaltak? Ott a helyem. Visszapakoláson is a súlyfürdőben. Jó is az. Na jó van. Hogy állunk játéka? Egyen hát, úra vezetnek a hallgatók. Igen, igen, tegnap volt egy. Ja, tegnap ez egy kicsit szürális, kicsit fura, olyan érdekes játék volt, ugye? Hát olyan hétfői. Érdekes szó az, amit alkalmazol, hogy érdekes. De igen, igen, hallgatunk olyan úgy csinált, mint a direkt lett volna béna, de közben tök jól kihúzta. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Jó, megpróbálunk szépíteni. Fél hét múlt pontosan 3 perccel, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 8 perc van pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Pestről Budára az Árpád híd elején 2 autó ütközött, úgyhogy dugó van, csak egy sáv járható, tehát Árpád híd Pestről Budára. Nagyon nagy a torlódás. Ez ebben a pillanatban jött. Én is hallom ám. Veszek egy kábelt. Na, játszunk akkor, jó? Itt van már is a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, szia! Judit! Igen? Judit, hello, honnan hívt minket? Minden Budapestről. Budapestről. Kivel szeretné játszani, Judit? Janival. Kicsit elbizonytalanodtál. Jani? Janival? Igen, biztos. Esetek egymásnak, jó? Mert kevés az időnk. Mehetünk?
Igen, igen. Jani mindent megkérdez majd, amit tudni szeretne róla. Judit, 3, 2, 1, és tese! Szia, Judit! Kérdezhetek, vagy kérdezni szeretnél? Szeretnék kérdezni. Akkor kérdezek én, jó? Jó. Melyik kerületből beszélsz? 13. Ott is laksz? Erre járok dolgozni. Ez Angyalföld, ugye? Jól Angyalföld. Mondom. Angyalföld. Uh-huh. Merre fele? Leheltél környékén? A Dunaplázánál. Aha, ott dolgoztunk régebben, azt tudtad? Tudtam. Tudtad. Voltál is ott nálunk? Esetleg meglátogattál minket? Sajnos. Sajnos. Más dolgodokat? Más dolgomokat. Aha. Hallgattál minket akkor, táj? Hallgattalak. Uh-huh. Akkor már tős hallgatónak számítasz. Ezek szerint. Na jó, nem folytom. Jó. Meg vagyok. Nem vagy meg, Jani, nem vagy meg. Hát te adtad meg azt a mondatot, amivel elkerülte a nemet, nem beszélt a Judit egy fél mondatot, hát nem vagy meg. Hú, gyerekek, már. Hát egyelőre... Hát nem lehet játszani, hogy te mondod el. A Judit így megakadt, és a Jani kisegítette, gyerekek, óriási vagy, imádlak, imádlak. Köszönöm szépen. Nem téged, Judit, téged is imádlak. Nagyon szívesen, nagyon kedves, Judit. Kedves, aranyos hallgatónk vagy. Csak amit... Döntsetek, a gyerekek, én ezt nem is tudom értelmezni, ezt a játékot, ami történt, úgyhogy valahogy döntse, nem szólok, komolyan nem mondok semmit. Én nem adom meg. Tessék? Én nem adom meg. Ja, hogy passzív volt, Judit. Hát... Passzív voltam, az elején akartam kérdezni. De akkor, amikor megkérdezte a Jani, hogy akarsz-e kérdezni, akkor azt mondtad, hogy kérdezem. Igen, az ömt a vívás, itt nem kell udvariaskodni, hogy akarsz kérdezni, igen, akkor Jani cselesen átvette a kezdeményezést, ettől te mondhatod, hogy állj, azt mondtam, én szeretnék kérdezni, és már kérdezel is, tehát, hogy itt minden eszköz megengedett, nyilván hajtépés, karmolás, harapás nem, de egyébként bármit lehet. De hát az utolsó 20 másodpercben azt mondtad, hogy tulajdonképpen nem tudom, valami szót ismételtél. Egy csapdát a Jani került ki neked, nagyon korrektül egyébként. Bízzuk a hallgatókra. Bízzuk a hallgatókra. Nem, hát legyünk mennyire tökösek, el tudjuk mi ezt dönteni, mondtam, nem? Jó. Judit, nem, akkor ezt most nem tudjuk megadni. Jó? Rendben. Köszi. Mi dolgozol egyébként? Telefonos ügyfélszolgálat. Ügyfélszolgálat. Hát pedig ott azért flottul kell mondani, kérdezni. Nagyon koncentráltam. Koncentráltál, nyilván persze, hát adásban azért ez így meg, ráadásul élőadásban ez nem könnyű. Judit, ha játszunk még, akkor megpróbálod másodszor, jó? Jó, rendben. Ezt most nem tudtuk megadni. Köszi! Nincs, sziasztok! Ciao, hello. Hát viszont egy díja Janinak, a legsegítőkészebb fekete-fehér, igen, játékos. Igen, a legalázatosabb. 3 perc múlva pontosan, 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlva 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello Szia, drága. Hello. Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Az M7-esen Budapest felé a 106-os kilométer kőnél egy kamionos megtámasztotta a szalagkorlátot, még a mentése kezdődött meg. Üdv Endre, ez 7 óra után 9 perccel jött. Valamint most állt be a trafi az M35-ös pályán Görbeházánál, és Budapest felé haladókat rántja le. Oxigén futár írt ezt. Az M0-án Szigetszentmiklóstól M31, M3-as Nyíregyháza felé jól járható. Napos, száraz, 9 fok van. Szép napot, Andis! És a 114-es kilométer szervénél szétszóródott gumiabroncsok vannak. Veszélyes, figyelje mindenki, ez az M3-as Budapest felé vezető oldalán. 6-os út halál, valami Pestről Budára az Árpád híd elején 2 autó ütközött, úgyhogy dugó van, egy sáv járható. Na, visszatérve még egy pillanatra a játékra. Ne bántsatok. Nem, téged, dehogy is, nem. Közös volt a döntés, de rossz döntést hoztunk. Én nem figyeltem. És én azt hiszem, lejárt az 1 perc, aha. De ugye 1 percen belül álltunk meg, mert a Jani kimondta a nemet, majd utána viszont azt mondtuk, hogy nem adjuk meg, mert a játékos passzív. De hogy ez ebben a formában valójában azért nem korrekt, mert ha ez az 1 perc letelte után történik meg, akkor megadható az, hogy passzív, vagy mondhatjuk, hogy passzív. Viszont annak el kell, hogy telnie, vagy el kell telni az 1 percnek. Igen, egyébként azért is álltam meg, mert kimondtam a nevet, tehát hogy ez nekem így leesett, hogy akkor itt, uh-huh. azt hiszem, hogy azt mondtam, hogy a részemről itt vége. Na most az tök mindegy, igen, van, igen, tehát, igen, hogy... igen, igen. Szóval, hogy visszavonjuk az ítéletet, mert nem jól ítélkeztünk, mert ugye azt hittem én, hogy lejárt az 1 perc, de nem járt le, akkor viszont Jani vesztett. Így van. Bár a játékos továbbra is fenntartom, hogy baromi passzív volt, viszont te kimondtad a nemet, úgyhogy meg kell adnunk az ajándékcsomagot, hiszen passzivitásért csak azért lehet inteni, ha lejárt az 1 perc. Senki nem mondta ki a tiltott szót, lejárt az 1 perc, passzív, nem passzív. Na,
passzív volt, oké. Azért azt is meg szoktuk adni, ha valaki az, meg azt is el szoktuk fogadni, ha valaki nem. Meg a legközelebb úgy fogjuk csinálni, hogyha érezzük a passzivitást, hogy tudom, fél perc, és szólunk, hogy kedves játékosunk, kicsit húzzam bele, mert a végén intés lesz. Azt ennyi. Judit meg most megkapja a csomóját. Meg mindenképpen. Pont is a tiétek, hallgatóké. Igen, ez így korrekt, úgyhogy ezt meg kell adni. Úgyhogy akkor most viszont van... 2-0. Hú, gyerekek! De hogy is, hát innen szép három nyerést megcsinálsz holnaptól, és megvagyunk. Jó, picit játszom, ez a ma meg ez a tegnap, ez valahogy nem durran nagyot, úgyhogy muszáj lesz valamit csinálni. Nagy a baj, gyerekek, nagy a baj. Jó, akkor viszont így 2-0. Jó? Jó, Judit az ajándék és a pont is. Oké, Judit megkapta az ajándékcsomagot. Jó, megnéztem a gumit. Na és? 0-3-12. Tehát az tavalyi év harmadik hó, az nagyon jó. 0-3-12, az még bír neked egy 4 évet. 5-öt. Ugye azt mondták itt a hallgatók írtak, hogy olyan 5-6 évig jó a gumi, ha csak nem koptatod el annyira. Igen. Hogyha kanyarul egy picit mindig megdöntöd, akkor lehet, hogy még többet. Ha a két kerékre, két kerékre rakom? Igen. Tehát parkolásnál például ne csináld azt, hogy előre-hátra, mert az nagyon koptatja, meg ugye helyben, olyankor emeld meg a kocsit és tedd be. Ah, igen, az jó? Úgy jó. Ez ennyi. Igen. Kicsivel több, mint 2 tonna. Úgy azért mondom, hogy egy évet így viszont tudsz pluszban hozni. Na, azt hiszem, ezek ilyen új gumik. Ilyen 2013-02, 2013-06. Nincs baj egy 2012-03-as gumival se. Tehát 5 évig, vagy 3 évig, 4 évig, valahogy így van. 5 évig. Írnak. Az tök jó. Nem romlik meg, nincs olyan semmi baj, ez egy tök jó gumi. 5-6 év, úgy is mész vele annyit szerintem, hogy addigra már nem lesz rajta minta. Hát ilyen súlynál ebben szerintem ilyen 2 szezon van benne körülbelül. Aha. Tehát olyan nehéz az autó súlya, meg ezek azért kicsit lágyabbak, hogy hát gyorsan 2 szezon szokott kibírni általában. Na, hát akkor meg mindegy. De akkor a vásárlósága is jó ennek a típusnak, amit vettél. Na, hát az szuper. Megnézted? Jani, ebben él. Augusztus óta. Még kimentek, megnézték a tűzijátékot, augusztus 20 és Jani augusztus 21-én beírt a Google-ba téli gumi, vége a nyárnak, Mónika téli, tűzijáték volt, hullanak a levelek, mindjárt megfagyunk. Jöjjön a téli gumi teszt, és 2 hónapja minden nap 40 tesztet néz meg. És addig molyoltam vele, amíg természetesen kiválasztottam magamnak egy olyat, ami nem volt már raktáron, illetve annyira kurens termék, hogy már elvitték, úgyhogy nem baj, majd hónap végére megjön. Jó, hát figyelj, te ezeket szereted. Hát most bíbelődtél vele másnak, ez egy nap, két nap, két és fél hónapja neked ez napi lendületet ad, hogy... És akkor még le kell még mindegyiket szilikonozni. Hát jó, hát az meg a már persze. De már előtte föltevés előtt leszilikonozod, mert akkor mindenhova hozzáférsz az oldalához, vagy csak már ha fönt van? Hát már ha fönn van. Aha. De amikor megjön, és még nincs felnén, akkor azért megvizsgálod. Persze. Megnézed. Belső szálszakadás, ilyenek. Minden. Ugye? Az csak a baj van. És púderozom. Igen. Hogy nehogy összeálljon, tudod, a belső, meg a külső. Direkt, hogy a 0-3 nem a hónap, hanem a hét, igen. Tehát, hogy az év hányadik hetén gyártották, az valóban azt jelenti. Akkor januári gumi. Tehát az első 2 szám az mindig az adott hét, ugye, aha, és akkor a második 2 pedig az év, igen. De ugye nem te teszed föl, Jani. Tehát elviszed föl, nem ászott neki, mert hogy centírozni kell, tehát nem teszed föl te. Nem, mindenképpen. Mindenképpen. Hát az elsőt megnézem, és akkor a másik hármat megpróbálom én föltenni, ha nem sikerül, akkor hagyom, hát hogy befejezze a gumit. Azon is fogsz egy kicsit. Tudod, mire jó a centírozás, hogy miért kell súlyozni a gumit, vagy hogy mit csinálnak ilyenkor? Hogy? Hogy miért mit csinálnak ilyenkor? De, hogy mi az a kis súly, amit beütnek, berekek gépbe, megpörgetik, ezt nagyjából tudod? Vagy csak az lotosorsolás. Vagy az, vagy azért van, hogy amikor patkára állsz, akkor azt üsse meg. Igen, az a patkavédő. Patkavédő. A patkavédő fogó. Nekem mindig azt mondták. De most komolyan kérdezik, nem te teszed fel a téli gumit a másik felnére, a lemez felnére, te elviszed föltetetni. Dehogy nem, hát érted, hogy most a favoritra föl tudom tenni, akkor nyilván a kocsit is föl tudom venni. Van hozzá ilyen, hogy hívják, ilyen műanyag készletem, be kell akasztani 2 oldalt, végig húzom rajta. És könnyen és akkor már le is ugrott. Én is úgy szerelek otthon, hogy téglára állítom a kocsit. Igen? Persze, fölemem egyik oldal, téglázod, másik oldal, téglázod, leszeded, fölrakod az új felni, tök jó. Figyelj, neked kevésbé hiszem el, de a Janinak konkrétan szorulszóra. Tehát aki ezt megcsinálja, az a Jani, kis melegítő nadrágban otthon cserélünk. Lehet egyébként, csak érdemes, mert akkor megnézik a súlyelosztást, kicsit centíroznak, beütnek egy pici súlyt, és akkor úgy jobban fog futni az autó. Tehát 100-nál nem érzed az, hogy darál a kormány.
egyszer-kétszer megnézek valamit, utána már én is meg tudom csinálni. Most igen. Például az ajtót javítottam meg, ugye meséltem egy pár héttel ezelőtt, hogy kijöttek hozzánk 5000 forintért, hárman megjavították az ajtót, mert egy kicsit meg volt ereszkedve egy kis hullámpapír darabbal, amit tőlünk kértek kölcsön. Most én számítottam rá, hogy ez a hullámpapír darab meg fog fáradni, meg is fáradt. Úgyhogy most szépen, amit láttam tőlük, belső borítás leszettem, kicseréltem hullámpapírt egy fadarabra, egy szép méretes fadarabot vágtam oda, megcsináltam, 5 rugot spóroltam, bocsássam. Mennyit bírt? Mikor tették be a papírt? Hát cirka egy éve. Egy éve, akkor szép teljesítmény. Tök jó. Ja, most a fa akkor az bírni fog egy 10 évig. Hát szerintem igen. 5 rugó, gyerekek. Mondtam is Móninak, 2005-öt kérek. Hát de nem, megcsináltam, hogy nem kérek, csináltam. Ő kezeli a közös kasszát, vagy zsebpénzt kapsz, vagy hogy kérek. Hát neki is van, ott van a családi potlik, az az ő zsuzsája. Érted, adjon belőle 2005-öt. 5-öt kéne kifizetni, tök jó jártam. Hát nem. Nem csak azt hittem, hogy kérek, ez azt jelenti, hogy a Móni van a közös kasszán, és akkor te kérsz egy kis zsebpénzt, és akkor abból elmehetsz nyalókázni, meg mit tudom, vehetsz magadnak egy üveg sört, vagy valami. Tehát, hogy Móni kezeli a kasszát? Az övét, az ő. Ja, az övét, ja, az övét. Figyelj, érted, ő panaszkodott rá, hogy nem jár jól a ajtó, nehéz becsukni, csináljam meg. Megcsináltam. De ez nem valami ilyen valami metafora volt, hogy nem jár jól az ajtó, jó lenne már, ha megcsinálná. Tehát nem, de a gyerek előtt nem lehet, hogy ő valami titkos üzenetet akart inkább csak átadni, hogy nézd, Jani, nem jár jól ez az ajtó, jó lenne, ha megolajoznád. Ó, megyek, nem arra gondoltam, te kis buta. Nem lehet, hogy valami másfajta üzenetet akart átadni, te meg nekiálltál ott helyen. Zsalut. Jó helyen tapogatózol, mert aztán végül a természetbeni juttatás mellett döntött. Azt mondta, hogy 2005-öt nem, de... Világ, csináltak a házit! Szép is az. Szép is az, nincs ezzel baj. És aztán átnéztük a zsanérokat. Jó is az. Na, egy férfi az Oktoberfest után 5 hétig kereste az autóját, ő egy olasz férfi volt, egy napra ment el mulatni a bajor fővárosba, de sokat rontott a hangulatán, amikor ráébredt, elképzelése sincs, hogy pontosan hol tette le a kocsiját. Amikor megpróbálta visszaidézni az utca és a villamos megálló nevét, rájött, számára az egyik név pont olyan, mint a másik, esélye sincs, hogy megtalálja a kocsit. Ezután kezdődött az elkeseredett bóklászás 5 hét alatt. Nagyon jó sztori. 5 hét alatt 3-szor elutazott Münchenbe csak azért, hogy az autó nyomára bukkanjon. 5 hét alatt 3-szor ment el Münchenbe, és nem találta meg az autóját. Na, az milyen? Nagyon jó. Nagyon jó a történet. Hát ugye valószínűleg nem parkolójegyes helyen állt. Valószínűleg lerakta simán az utcán, igen. Mert akkor a rendőrség tudott volna róla, elviszik az autót. Ilyen mindenkivel előfordul, de nem 5 hétig. Szörnyű, amikor azt gondolod, hogy ellopták az autódat, és szent meggyőződésed, hogy ott álltál. Volt már ilyen? Nekem sose jutott. Soha? Szembe érdekes. Én azt gondolom, hogy hülye vagyok, és nem jegyeztem meg, hogy hova tettem le. Amikor nagyon tudod, hogy P1, C, C, C blokk, és valahogy nagyon arra emlékszel, és nincs ott az autó. Nem volt még ilyen? És ott állsz, és lerakod a csomót, és kész, és rendőrség, és hívod, és elkeseredve zokogni kezdesz mindig. Tudod, hogy hol állsz? Nem tudom. De nem jut. Tudom, most pont tegnap voltam ott a Váci úton, van egy ilyen nagy bevásárló, oda letettem a nem tudom, kenguru sorba, vagy minek hívják, és ahogy visszamentem, nem is néztem meg a sort, ugye nagyon okosan, hanem majd én tudom, hogy azt nézem meg, hogy a negyedik utca kijárattól kezdve, de nyilván bementem a harmadikba, amikor kijöttem, azt végignéztem teljesen, és tudtam, hogy nem jó helyen vagyok, de az nem jutott eszembe például, hogy ellopják a kocsit. Hanem egész egyszerűen azt mondom, jó, nem itt hagytam, de akkor hol a francba, jó, akkor menjünk egyel tovább, és akkor egy fél óra után azért meglett. De nekem az sose üt be, hogy úristen, ellopták az autót. Nekem volt olyan, amikor azt gondoltam, hogy ellopták, szörnyű. De hívtad a rendőröket? Ha nem rendőröket, nem, csak ott állsz, és akkor úgy valami nem ismerős, és akkor szépen rájössz, és kezdesz megnyugodni, hogy ú, lehet, hogy mégse. És akkor mész át a másik helyre, de szörnyű, szörnyű érzés. Én tudok egy ilyen ex-tévésről, akinek a kedves egyszer panaszkodott, hogy ellopták az autót. Be is jelentették, vettek egy újat, aztán egy 2 héttel később egy párhuzamos utcában sétáltak, és észrevették, hogy ott állt. Nem már. Mert nem oda parkolt, ahova egyébként szokott. Jézus Isten. Mert gyorsan vettek egy már. Ne találgass, Feri, mert ki fogod találni. De milyen jól keres az ex-tévés, hogy azért, hogy hol hagytad kicsi mit? Igen. Na jó, gyere, menjünk, ígyunk egy teát, veszünk holnap egy másikat. És vettek gyorsan egy másikat. Igen. Ellopták az autót. Jaj, Istenem, szíven, én mindig oda parkolok, ahol tudod, és most nincs ott az autó. Na mindegy, akkor menjünk, vegyünk egy másikat. Elmentek, vettek egy másikat, bejelentették az autónak az ellopását, utána kiderült, hogy már 2 autójuk van. Az mekkora. Yeah. Amikor például mi először parkoltunk ilyen bevásárlóközpontban, vagy ilyen parkolóházban, vagy még garázsban, mindegy, hogy nevezzük, akkor azért előfordult, hogy mi is így egy picit így összezavarodtunk. Hogy
R2, R8, hova megy? Hát tudod, az ember így bemegy, leteszed az autót, örülsz neki, úgy de jó, ma parkolóhely, gyerünk, akkor irány a tecsó, bevásárolók, jövünk lefele. Hol az autó? Hol hagytuk? A, B, C, E, mi? Hogy? 1, 5, 8, mi? Ho? Érted? És ez a totális találkozásunk, amikor állunk hárman, és azóta már nem csinálunk ilyet, az, az első. Fölírom. Így megállunk, ha megállunk hárman, a jelzés előtt is nézzük. Persze, okay. Odaérsz valahova. Mindenki ugyanarra emlékezzen. Odaérsz valahova, van nagyon sietsz, és így nagyon nem is nézed meg, ugye? Nem, elfelejted hát, megnézni. Rohansz. Jó, P2, rózsaszín, akármi, hatos, már megyek is tovább. És mire beérsz, megvetted, amit akarsz, visszamész, fogalmad nincs, hogy hol tetted. Egyébként azt meg kikérem magamnak, hogy az egyik helyen nyusziznak, meg zsiráfoznak, a másik helyen 15-ös van, a harmadik helyen színkód van, hogy miért nem általánosítunk. Igen, van, ahol színkód van, igen. Emellett van egy színkód. Igen. Tehát a lila szektor, a piros szemű, zöld szektor, ilyenek vannak. Lila ilyen. Szektor 16-os. Hol állunk? Szerintem rénszarvas. Nem. Na de gondold el, hogyha ennek a Palinak nem volt meg az autója, és mondjuk ő bejelenti, hogy ellopják, de a rendőrség se találja meg, akkor előfordulhat az, hogy neked áll valahol a kocsid úgy, hogy tudod, hogy áll valahol, és soha többet nem találod meg. De azt az érzést gondold, hogy tudod, hogy nem ellopták, hanem tudod, hogy te vagy a hülye. Leteszed mondjuk Barcelonába a kocsidat, és nem találod meg többet. És ott állsz, hogy tudod, hogy lehet, hogy három utcára vagy a saját kocsitól, de lehet, hogy az életed végéig nem tudsz beleszállni többet, mert a büdös életben nem lesz meg. Ez München nem kicsi. Tehát az ott elnézel három megállót, vagy négy utcát, hát gondold, de csak egy párhuzamos utcát kell elnézned mindig, soha nem találod meg. És tudod, hogy van egy több millió forint értékű autód, ami nincs meg, és nem ellopták, te vagy a hülye, és nem találod meg, és azt a rendőrség sem biztos, hogy megtalálja, nem? Körözést ad rá, ott bejelent, hogy ellopták. Oké. Kiadják a körözést, arra nem megy rendőrautó, vagy ott nem csekkolják a rendszámokat, akkor azt nem találja meg a rendőr. Lehet, hogy hónapokat áll a kocsid úgy, neki ugye 5 hétig állt, mire végül meg lehet utoljára, amikor visszament, akkor megtalálta. Ez többenet. Már beleköltözött egy borsz család. A gyári GPS az nem rögzíti úgy az adatokat, hogy mondjuk le lehessen azt kérni, hogy hol szűnt meg a jel. Hol hát, kapcsolták ki a készüléket? Ha volt benne. Nyilván, tudom, hogy nyilván csak kérdezem, hogy abban az esetben, hogyha esetleg a gyári, az autó gyári GPS-ével haladtál A-ból B-be, és akkor ott kikapcsoltad, akkor vajon nem, meg nincs? Hiszem. Nem, ha nyomkövetős GPS van benne, akkor nyilván igen. De ha neked van egy beépített GPS-ed, hogy te kimenjél, a, nem tudom, Audi gyárba valahova, és ott te bemondod az alvásszámot, és az alapján megnézik a GPS-t, az biztos ilyen nincs szerintem. Az kijelezni, vagy kijegyezni föl, vagy, tehát ilyen nincs. Igen. Ami jó, hogyha például telefonon veszel ilyen parkolójegyet, akkor abban van visszataláló az autóhoz. Van egy olyan funkció. Tudom, meg is örülök tőle, amikor nem távolodsz el nagyon az autótól, és 5 perc... Ön visszaérkezett az autójához. Elállítani a parkolást. Megszakítás, anyád. Igen, megszakítás, nem, megszakítás, talán, igen, de nem, lehet, hogy nem, most még nem, majd holnap, igen. Talán nem. Alkalmazás segítségével, vagy nem. Igen, meg tudok tőle őrülni. Igen, és akkor 5 percig, ön visszatalált az autójához. Érzékeltük, hogy ön visszatért az autójához, igen. Mi az, amit még elhagyok gyakran, azon gondolkoztam. Nyilván autót azért olyan gyakran hát nem hagyja. Hát a kulcsodat. Nekem a kulcs napszöveg, ez a kettőmtől meg tudok bolondulni. Illetve Vax, amikor használtál. Hát igen, de az ember az úgy nem bánja. Mindenhol volt egy tégely Vaxod. Hát ilyen kis nyomokat húztam a falon, igen. Jancsi és Jurcskán morzsák voltak, érted, de nálad Vax. A Vaxot kell követni, és megtaláltunk. Én napszöveg, kocsi kulcs. Tehát az... Nézzük meg, lakásban, ami általános, az a távirányító. Az nekünk megvan. Mindig az például nekünk soha nem tűnik el. Fogalmam nincs, hogy hol van. Az nem. A telefonomat tudom otthon, de az például csak otthon teszem olyan helyre, ahova nem tudom, hogy hol van. Munkahelyen nálad a kulcs. Kulcs, napszemüveg, otthon telefon, igen, inkább, mint a távirányító. Hát más nagyon nincs. Én pénztárcát például egyetem hordok, mert utálok pénztárcát. Az nekem nincs. Az illataim kocsiban vannak mindig. Te nem vagy ilyen elhagyós, nem? Nem szoktam elhagyni. Semmit? Szörnyű érzés, hogy lerakod, és a következő pillanatban nem tudod, hogy hova tetted. Ez sincs meg otthon. Hogy lerakod a telefonodat, és olyan helyen találod meg, hogy nem is emlékeztél arra, hogy oda tetted. Tehát, hogy nem tudod, hogy jutott oda. Nem? Igen. Hogy egyszerűen nem emlékszel. Nem emlékszel rá. És a pénzed például, ha hazamérsz, kiteszed valahova, mindig egy helyre teszed, nem. A drágodból, vagy ahová leesik.
Nem, hát a másnap más gatyát veszek föl, akkor átpakolom, de nem jó, nincs, kitenni nem. Nincs ilyen zsebkipakolás. Nem, te sokan áll, akkor hazaér, és akkor egy gyeptégla alatt van egy verem kertbe. Mi, te kipakolod a zsebedet mindig? Hát, ha leveszem a nadrágomat, akkor abból kiveszek ami benne van. Apró pénz, kulcs, készpénz, akármi, azt szóval leteszem. És mondjuk másnap reggel, amikor másik nadrágot felveszem, akkor teszem vissza vele. Miért, te rögtön átteszed? Nem, én nem tudom kitenni, mert a Viki olyan ennániás, hogy mindent elrakhat, pedig megbolondulok. Aha, tehát, hogyha valamit lerakok a konyhapultra, akkor az egy percemből nincs, hogy meg tudok őrülni ettől. Tehát én inkább gatyába hagyom, és akkor mint reggel átcserélem, vagy ott hagyom, és akkor általában kölcsönkérek. Én hazamegyek, mindent kiteszek a táskából, ami már nem kell, holnapra. Számlákat beszteszem a számlák közé, a kidobandót kidobom, rakok be tartalék zsebkendőket. Ez egy más téma, ez a kényszeresség. A telefonokat rárakom témakör lenne. A töltőre, és gyakorlatilag mindent összekészítek már másnapra. És kicsit ezt élvezed is. Igen. Jó, persze. Viszont nem hagy otthon semmit, rend van nála, ennyi. Nem tudom, akkor se akarnám ezt. Tehát, hogy inkább havi egy napszöveg, vagy nem tudom, de nem. Tehát ez a fajta beteges rendvári, és ezt én biztosan nem bírnám. Mikor hagytál el utoljára valami? Fogalmam nincs. Soha? De volt. De mit, 10 éve? Cipőt. Mezit lementél haza? Nem, sportcipő volt, ja. És azt mondja, hogy talán a Királyréten hagytam fent, azt mondja, hogy ez mikor volt, talán 20 éve. Azt hiszem akkor. Úgy nagyon nem szoktam elhagyni semmit. Nagyon sajnáltam azt a cipőt, csak nagyon messze volt, már nem akartam visszamenni érte, egy disznóvágáson voltunk, és ott maradt, pedig milyen jó kis cipő volt a fene egyébként. Na mindegy, de nem, egyébként nem szoktam. Nem jellemző rám. Azt mondják, hogy van egy ilyen parkolási... okos telefonos sztori. Tehát rögzíted? Hogy rögzíted GPS alapján, ugye? Tehát maga a telefon rögzíti a koordinátát, és akkor vissza tudsz találni az autódhoz. Aha. Az jó. Az egyébként egy jó program lehet, ezt nem ismerem, nem tudom még. Hú, most letöltöttem egy nagyon jót. Egy nagyon jó alkalmazást. Neked mondom, mert szerintem mondtam. Nem tudják, hogy mi ez. Kézzed el, hogy van egy olyan alkalmazás telefonra, hogy hátvének hívják. Ismered? Nem. Arról szól, hogy kirakod a kocsidnak az ablakába. A telefon? A telefont. Egy másodperc, ha törik fel érte a kocsit. De nem, menet közben. Ja, azt hittem, hogy ott. Olyan, mint egy tudod, mi az a head-up display? Nem, fogalmam nincs. Nem tudod, mi a head-up display? Nem. Mesélj, mi az? Kezdjük az alapoknál. T-modell. Igen, az arra emlékszem még. 1908. Megvan? Okay. Ablak, az is megvan. A head-up display az, amikor a műszerfalad kivetíti a határdiszkó. Jó, igen. Mehetünk tovább. Zsül, érdekel ezt, hogy neked eltem. Te még talán az egyetlen ember vagy. Tudom, hogy fölvetíti az izére az ablakra. Az ablakra. Hogy mennyivel mész például. Az egyébként jó. Na, és van ez a hardway, ez pedig azt csinálja, hogy előre mutatja neked, hogy honnan jön a kanyar. És merre kell kanyarodni? Merről jön az út? Vagy mitől, hogy sötétbe mész, és nem látod az utat, akkor ő fölvette, tehát lerakod a telefonodat a műszerfal tetejére, mondjuk egy pici mágnessel oda is tudod rögzíteni, vannak ezek a műszerfal rögzítők, lerakod, és ugyanazt a képet, ugye simán a tükröződés miatt ő a szélvédőre teszi ki, megfordítja a képet, és látod, hogy merről jön a kanyar. Óriási. Mi ez? Head away? What is love? Igen, Hajdú Peti alkalmazás. Igen, és Hajdú Péter arca van ott, ha head away mellett. Nem, a Hajdú mutatja jobbra, párra. Head away. Ne keresd, Jani, majd egy év múlva megkapjátok ezt ti is. Mikor már a levedlet alkalmazások között, majd te is a kis áruházadból ezt majd megvásároltad. Felejtsd ezt most még. De a GPS-et nem mutatja, hogy merről jön a kanyar? Azon nem látszik? De a GPS-en is látszik, csak ez sokkal közelebbről mutatja. Meg felvetíti eléd, az egyébként ezt, tényleg marha jó. Ez felvetíti eléd, hogy honnan jön a kanyar. Kölcsönkérünk egy ilyen telefon. Na, ezt akarom mondani, hogy ez a kipróbáljuk, ez ha és amennyiben lesz egy ilyen telefonod, akkor ki tudod próbálni, hogy elképesztően jó. Este próbáld ki. Jó. Töltsd le, tök ingyenes program egyébként, Hudway így írják, és az a baj ugye, hogy nincs nekem sem mágnes, nem tudom fölrögzíteni a telefont. És csúszkál mi. De van egy pici telefon rögzítő. Öntapados, fölragasztod magát a mágnest, és ráteszed a telefont ugye a műszerfalnak a tetejére. És tök jó, ez navigál, nagyon klassz kis program. És jelzi, hogy mennyire van a kanyar, azt is kiírja. Be tudsz állítani rajta egy csomó, még nem sokat próbáltam egyébként, igen, be lehet rajta állítani bizonyos dolgokat. Igen. Zseni. Azt nem tudom, hogy van-e benne plusz GPS is, tehát hogy még vissza,
De maga, hogy mi történik az úton, azt mutatja neked. A GPS-nek kell benne lenni, ugye, mert egyébként nem láttatja a kanyar, de hogy útvonal tervezés, igen, azt nem tudom, hogy van-e bennem. Na mindegy, érdemes kipróbálni. 7:30 pontosan 3 perccel. Rengeteg SMS-t kaptunk már, hogy ki mit hol, mikor tud elhagyni, folyamatosan rögtön ezekből szemezgetünk, valamint játékra is lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3-4-8 volt pontosan 1 perccel, hello mindenkinek. Kozma utcai villamos lámpa pirosan ragadt, dugó van, emiatt ez melyik? Ez itt a lánymesid előtt, amit én is beszívok mindig? Nem az, nem? Egy másik. Ne aggódj, Jani, van hadd a mi telefonunkra is. Megnéztem már, nekünk nincsen sajnos az, ami nektek, hanem nekünk a továbbfejlesztet van. Jaj, Istenem! Ha nem mondom, még nem ismered, hát az alkalmazásról se hallottál. Köszönöm vissza, hogy nem voltál most. Majd megmondom, mutattam valami kis fényt, és már én egyből arcos kockat. Nem, nekem is az Apple Store-ban olyan 4 hardware-em van, csak most nem akartam már így. Nem, csak így nekem egy, hát nem tudom, de majd megkérdezem otthon is, hogy én úgy tűnt, hogy a autónak a műszerfalán ott rajta van mindenféle információ, ami ahhoz kell, hogy A-ból eljussunk B-be, meg tudjuk, hogy merre kanyarodik a kanyar, lehet is látni. Fényszóró is azért bevilágít nagyjából, GPS-en is rajta van, én elég jól bánok a térképpel is. Hát, hogy nem tudtam, hogy erre szükségünk van. De annyira most már látszik, hogy nem vezetsz, annyira érződik minden mondatokban. De hogy vezettek korábban, amikor még nem volt ez az alkalmazás? Ez nem azt mutatja, hogy ha, amit te belátsz fényszóróval, hanem ha egyenes sem mész, és van egy balkanyar, és utána egyből jön egy éles jobb, azt világítsd már be fényszóróval, azt nem látod. És nem kell lenézned a GPS-re, hanem fölvetíti a műszerfalra, és látod a balkanyar után egyből jön egy jobbos visszafordító, és az egészet megmutatja neked. Tehát a fényszóró az annyit mutat meg, amennyit ugye az úton belát. De a fényszóró nem világít el neked balra, egyenesen, jobbra, újra egyenesen. Ezt nem mutatja meg a fényszóró, ez az alkalmazás megmutatja. De használd a GPS-edet. Hát most... Én használom. Nem érted a lényegét. Ez azoknak van, akiknek nincs ilyen csodálatos férje, mint te, aki ott ül az anyósülésen. Akinek nincs állandó mit fárered. Nekünk mondjuk egyedül menő autósoknak éjszaka fáradtan jössz haza valahonnan, és már tudod, hogy ott... Bocsánat, a kanyart nem jelzik egy GPS, hogy hány méter múljon a kanyar. Ha a leágazásod van, jobbra menjél el, akkor 50 méteren fordul jobbra, de ha egy szerpentinen mész, akkor te nem tudod, hogy ez a balkanyar, az a cudarba, az hány méter múlva jön, nézed az utat, nagyjából megpróbálod megsatszol. Ő kiírja neked, hogy 50, 40, 30, 10, és jön a kanyar. Azt a sima GPS nem jelzi. Nekünk nem sima van. Persze, nyilván azt is bejelzi, jó. Igen, ezt elfelejtettem, hogy ti valami nagyon high-tech GPS-t használtok. Én 2 hétig kerestem az autóm, aztán eszembe jutott, hogy már elvitte a bank, írja Erik. Ami drága Erikünk egyébként. Lecseréltük az autót, majd bevásárolni mentünk, párom kint maradt, mentem vissza, és pánik hangulatban hívtam a párom, hogy nincs meg a kocsi. A válasz, te hülye, lecseréltük, ne a régit keresd, üzeni Feri. Édesanyám egyszer nagyon túrta a házat, kérdeztem, mit keres, azt mondta a pénztárcáját. Fél óra keresés után megszomjaztam, a hűtőben lett meg végül a pénztárcája, hogy? A Bobby. Azt hogy. De többen írták, hogy van úgy, hogy a távirányítót is a hűtőben találják meg. Azt tényleg, az hogy kerül? Gondolom a kezedben van, ki akarsz valamit venni, nem? De mondjuk elmentél boltba, bevásároltál, van a hűtőbe való dolog, azt ugye beteszed, és akkor esetleg beteted a pénztárcát. De mondjuk a távirányítót? Szerintem a kezedben van a távirányító, nyitod a hűtőt, benyúlsz kivenni valamit, és akkor teszed be. Nem? Innál, leteszed, iszol, visszateszed, mész. És hol a távirányító? Igen, és akkor az lesz a hűtőben. Az olasz úgy találta meg az autóját, hogy a rádión bemondatta, és a hallgatók segítettek neki, így lett meg majdnem 5 hét után a kocsi. De még akkor okos volt, hogy találtott egy német rádiót, ahol be tudta mondatni, és így is megtalálta. Igen. Anyám egyszer elvitte a kocsit, és egy parkolóban apám ment érte, meg is találta a koszos varnyút. Már ugye ez most ki? A kocsi vagy? Az autó. Kinyitotta, beszállt, elindította, és akkor néz, hogy valami nem stimmel, egy másik kocsiban ült járó motorral. Aha. Gyorsan kiszállt, és 2 sorral arrébb megtalálta a saját kocsinkat, így a Csibu. És hogy indította be? Igen. Ha járt az autó motorja, ahogy írja a hallgató, akkor viszont hova tette a kulcsot, amivel beszállt? De nem, hát a
Na rohadtél, de melyik két drótot is kell összetekernem azt, hogy beinduljon. Ha a hallgató azt írja, hogy járomotorú autó volt, na most úgy nem hagyta ott egy héttel az előtt a papa, gondolom. De nem az volt, hogy a mama ült be valakihez, mert azt hitte, hogy a papa veszi föl? Anyám vitte el a kocsit, és egy parkolóban apám ment érte. Aha. Meg is találta, kinyitotta, beszállt, elindította, és akkor nézi, hogy valami nem stimmel. Kinyitotta, elindította. Igen, folytat légyszer. És egy másik kocsiban ült járó motorral. Na, tehát hogy indította el? Milyen kulcsa? Az idegen autó. Igen. Tehát a mama elvitte a kocsit, ott hagyta. Na. Apám ment érte. Egyszer nem kell mindent elhinni, amit írnak, nem? Ugye? Megkeressük a megoldást. Nekem volt egy kolléganőm a Fix TV-nél, akinek a kocsiját órákig kerestük. Ezt neked írta? És meg lett? Négy órán keresztül? Menő. Gondolod, nem ilyen családunk, hanem a feleség. Gondolod, de hogy élünk, mi négy óráig keresi a saját autóját. De miért szólunk, hogy küldjenek SMS-eket, amikor csak itt körbe kéne interjúvolni? Igen, nem, nem, gyere be, Viki, mondd el. Az olasz pasi feladott egy hirdetést, és már visszakapta az autóját, mert valaki felhívta. Na most akkor hirdetést adott föl, vagy bemondta a rádióba. Hm. Ugye? De azért ez sem mindegy. Ez az olasz okosabb, mint ahogy gondoltuk. Minden követ megmozgatott. Igen, egy rafkos olasz volt ez, te. A kis Digó, nézd már, hogy megokosodott ott Münchenbe. Kedves Balázs, a Kozmóca nem a Lágymenys hídnál van, majd ha leülöd a tízezret, megtudod. Az is szép. Rendszeresen a WC-be akarom dobni a szennyes ruhát, írja Fecó. Az átszaladó őzikét is megmutatja a program. Hogyne, itt most kicsit csapongunk. Van neki. Átszaladó őzike. Van nekik egy olyan Running Bambi nevű program. minden Bambi van egy GPS, és az összes több ezer Running Bambit mutatja neked a térképen. Rögtön. Így van. Azonnal látod, egyet sem ütsz. De lehet rajta finomítani is, és akkor ahogy hívják, az opossumokat is mutatja. Igen. Na megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Szia! Angi vagyok. Hello, Angi, hú de rossz a vonal. Angi, honnan hívsz minket? Pestről, Szentlőrincről én is. Na ne szórakozzatok, már mi van itt? Anna! Hetek óta tényleg nincs más kerület? Tehát én értem, hogy ez ilyen cinkos összekacsintás a Janival, hogy... Mire? Angi, mondd meg, nem tudtam. Igaz, hogy nem tudtam? Tényleg nem volt róla szó egyáltalán. Nem, mindenről beszéltem. Köszönöm. De jó fejlett, hogy van, Angi, most mondod. Tudtad, Anna, és direkt de igen. És mondtad, hogy mondjam el, én nem akartam, de te kérted, hogy mondjam el, hogy honnan telefonál. Mindenről beszéltünk. Arról, hogy ezt most tényleg nem kérdeztem. Ez volt a meglepetés. Ennyi, a lőrinciek ilyen jó arcok. Igen. Így van, ennyi. Egyszerűen nem tudunk elszakadni egymástól. De mi van Rákospalotában? Mi van Mátyásfölddel? Mi van Óbudával? Mi van a Rózsadombbal? Most van... nem élnek, csak lőrinciek. Ja, mindenhol ti vagytok. Lőrincen a lőrinciek élnek, érted? Matematikailag is nagyon kicsi az esély, és a két hét ebből a 16. lőrincivel beszéljünk, de tényleg. Tehát, mi van a debreceniekkel, a tataiakkal, a miskolciakkal, a fehérvári, mi van? El is eredetlen számukra a hiányom, amikor reggel elindulok 5 óra tájban, már érzik, hogy valami hiányzik az életükből, és aztán betelefonálnak, SMS-eznek, írnak, akarnak. Nem lehet, hogy a lőrincieket most egy hétig tiltó listára tegyük, és mondjuk futtassuk a tataiakat. Azt akarod, hogy jelzünk. De úgyis mindenki le fogja tagadni. Valamint azt, hogy annak ellenére, hogy lőrinciek, azt fogják mondani, hogy nem azok. Így van. Hát neked kéne itt ülni, Angi, egyébként komolyan mondom, mert hogy ez nekem tényleg nem jutott eszünkbe. Ne hívjunk egyáltalán játékost. Nem? Az is még egy jó megoldás. De akkor is lőrinciek kerülnének be. Tessék? Ha nem hívtok játékost, akkor is lőrinciek kerülnek be. És te oda költöztél, vagy önkínzásból lakszott, vagy miért? Nem, én ide költöztem. Mióta? Csak a Jani miatt, amióta tudom, hogy ő is itt lakik. És sikerült vele összefutnod gumizsírozás közben? Azt hiszem, hogy a metrón már láttam, konkrétan úgy pontosan mellettem állt az ajtóban. Csak az magasabb volt és jóképű. Nem, alacsonyabb és rondább. Akkor azt te voltál. Akkor az biztos te voltál. Arccal az ablak felé állt úgy, hogy álcázza magát?
Igen, a sokáját azt így a személy behúzva, és nagyon böngészte a telefonját. Ez a Jani szokott lenni, az álcázás nagymestere, arccal ablak felé, sapka, sapka orrig behúzva, nagyon, nagyon elbújva. Úgy lehet leleplezni akkor, hogyha picit oda estek a telefonra, el sincs kapcsolva. Hát jó. Tényleg jó volt a korangi. Na jó, mutatjuk, hogy mit csinálok a bácsi Beru néni, figyeljünk. Megtalálták az autót, ez meg a teherautó, de megvan. Beröffentették, igen, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj, Angi. Na jó, na de tényleg. Billie Jean és Michael Jackson. Így van. Még egy röffentés. Jó, hát ez túlságosan könnyű volt, de nem tudunk ezzel mit csinálni. Nem baj, én ennek örültem. Elmúlt napokban, hetekben gyilkos volt az Owen bácsi. Ez igaz. Most megengedhetjük magunknak. Mondjad, Anki, mit mondtál? Ja, azt, hogy nem baj, ez nekem így jó volt, úgyhogy én ennek örülök. Jó, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Rengeteg minden van benne. Annyi minden, hogy nem is tudod majd megszámolni. Nagyon és helyes. Még kapsz plusz ajándékot is, most látom. De jó. Ó, oh, igen? Aha. Norbinho? Az, ő bizony. Küldjük akkor neked, Angi, jó? Ügyes voltál? Jó, köszönöm szépen. Hello, ciao, ciao. Sziasztok. Szia. Ja. Földin. Hihetetlen, hogy tényleg hány rokonodat tolod be. Tehát na de várjál. Egy hétig szeretnének ők játszani, nem kérdezek rá, honnan hív, átlépek rajta, a szemet hunyok, de ez a kicsit sunyi módon betoljuk az egész utcát most már, ez most rohadtul unom. Most azt azért nem felejtsük el, hogy reggel a Fekete-Fehér Igenemben egy angyalföldivel játszottunk. De nem velem játszott, nem tudom földi. Olyan rossz volt az a játékra, nem is emlékszem. De velem játszott, viszont földi volt. Hát egy most éve nem volt akkor a háromas ugrásban, most hagyjad neked kellene már valakidnek jönni, Balázs. Jöjjenek a pécsiek! Két évet éltem. Igen, Pécs és harmadik kerület, ez a kettő. Na, jó. Pécs-Óbuda. Jó? Na, hírek után egy kicsit komolyabb témánk lesz, mert hogy felhívjuk Lukács Csabát, az MNO online külpolitikai tudósítóját, vele sokszor beszélgetünk, nagyon izgalmas történeteket mesél. Bejárta többek között ugye Észak-Koreát, ki is jött, hál' Isten, visszament, újra kijött, szerencséje volt, és most kint van a Fülöp-szigeteken, a magyar baptistákkal utazott ki, és azt mondta, hogy rengeteg mindenről tud nekünk mesélni, hogy jelenleg milyen állapotok vannak. Hát szerintem nincs olyan ember, aki most ne hallotta volna, hogy milyen, mekkora vihar ment át a Fülöp-szigeteken, ugye az évszázad vagy az évezred eddig soha nem ért legnagyobb, közel 300 kilométeres szélőkésekkel dúsított ugye kis viharocskája ment ott át, döbbenet. Egyébként tényleg 300-350 volt a kilométer per órában a legtöbb, amit mértek. Soha ilyen kemény tájfú még nem volt. És bár előre jelezték, rengeteg halálos áldozata is van az eseménynek. Nagyon sokan eltűntek, tehát szörnyű állapotok vannak ott most. Igen, úgyhogy hívjuk a Fülöp-szigeten Lukács Csabát, ezzel folytatjuk a hírek után. Egy perc múlva pontosan 8 óra. 8 óra, 14 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van egy trafink a 65-ösön Somm belterületén, a Siófok felől érkezőket mérik. Valamint Hungária Árpád híd felé, Erzsébet királynőtől, M3-as Szerencs utcától áll, ezt Vili küldte nekünk. M35 Debrecen felé 22-es tábla után a felüljáróról lézereznek a fázós gyaloghuszárok. Ezt Macska küldte nekünk, köszönjük szépen. Tudjátok, mi van az M3-as bevezetőn? Kérdezi egy hallgató. Ja. Ott van egy úszoda. Hát ez szerintem ott a Hungária felújítás, az dugul igen vissza, nem? Igen, a szokásos. Szerencs utca után, ott a Erzsébet királyné felüljáró, Kacsó-Pongrác, az ott szépen bevezető. Igen, ha jobbra akarsz menni, akkor ugye pont a felújításba ütközöl, ott külön bussá van most a villamospótló busznak, de a mi kereszteződésünket nagyon szépen megcsinálták. Ilyen már, csak egyenesen lehet menni, ez a Lehel meg a körútnak a sarka. Egyébként ezt akartam is kérdezni, hogy van egy vallomásom felétek, és na, mindenki felé. Meleg vagy? Igen. Hát akkor ezen túl is vagyunk, mehetünk tovább. Mert alibi a két gyerek. De igen, a kettő közül melyikünk jön be jobban? Hát azért én férfiak közül választanék, ha meleg lennék, nem? Hallottad ezt? Nem vagy hogy bedozerolt minket? Olyan aranyosan kérdezted.
Na mi a vallomás? Mindketten tetszetek. Hogy mit csináltok abban az esetben, ha tudjátok, hogy minden rohadék reggeli jogsértést követtek el, és mégis megcsináljátok. Ott ugyanis most Na. is nem csak én, hanem nagyon sokan csinálják ezt. Nem lehet balra kanyarodni, ha jössz. Befelé a város felé a Lehelem. Igen. Van a nagy kereszteződés, a körútas kereszteződés, ott te csak egyenesen jöhetnél. Most. Egyébként volt balra kanyarodó sáv, de a felújítás miatt azt lezárták. És mindenki azt csinálja, hogy ott a lezárást így megkerüli balra, ha balra szeretne menni a körútra, és beáll a körútra. Így töredelmesen meg kell valljam, hogy hajnali 17:30-kor én is ezt csinálom. Hogy befordulsz. Kis kanyar? Kicsi. Aha. Kis balos kanyarka. Ha nem jön a villamos, akkor be tudsz fordulni egyébként, tehát senki nem jár arra. Nincs semmi, és nem csak én csinálom ezt, hanem nagyon sokan mások. Hogy ez... De elvileg a tiltó tábla van, vagy lámpa Igen. van? Nem lehet balra kanyarodni. Tehát most a felújítás miatt csak egyenesen lehet menni. Egyébként mellette balról a villamos jön. Ha nem jön a villamos, akkor viszont simán rá tudsz állni a sínekre, mert közvetlenül utána ugye zöldet kapsz, és tudsz tovább jönni erre felé. Igen. Rosszul kell érezzem magam ettől, hogy minden reggel egy olyan rosszul. Hely, igen? Rosszul, Feri, persze. De rosszul. Te mit csinálnál hajnali fél hatkor? Találnék egy olyan kerülőutat, ami ugye, hát tulajdonképpen megakadályozna abban, hogy minden reggel szabálysértést kövessek el, és inkább egy hosszabb úton indulnék, korábban kelnék föl Szállj természetesen. Magadban, Rákóczi. 10 percet, több időt szánnék az indulásra, és ezzel a saját testépségemet és mások testépségét nem veszélyeztetve, természetesen a megszokott normális, szabályos úton közlekednék a rádióban. Vagy letenni az autóját a leheltéren, és váltana egy jegyet, és bemetrózna ide a Néplégedhez. Ferenc, ezt csinálná ő. Aha. De te mit csinálsz? Mocskos bűnöző. Nincs ilyen kis tikli az életetekben, amit minden nap meg, te tudjátok, hogy nincs belőle gond, nem lesz senkinek semmi baja, és ezt így minden nap nyomsz valami. Jó, tudom, te szereti, mint a ketten szent emberek vagytok. Nem is hallgatok, legalább közületek valaki. Nem is értem a kérdést. Nem is értem. Lukás Csabát próbáltuk elérni, de nem tudjuk, jelen pillanatban semmilyen számon nem elérhető. Tegnap még, amikor Juli beszélt vele, akkor még volt egy műholdas telefonja, azon el tudtuk érni. Most már a műholdas telefont se tudjuk kapcsolni. A mobiltelefonja ki van kapcsolva, elérhetetlen. Internet kapcsolat nyilván nincs. A szállodában, ahol volt, felkapcsolni nem tudják. Minden lehetséges úton, módon megpróbáltuk elindítani. Most még János egy galambot is. Egy postagalambot is elindított. Hát, ha sikerül kapcsolatba lépni. Ami drága Lukás Csabánkkal, ugye ő a Magyar Nemzet online külpolitikai tudósítója, volt már Észak-Koreában, nagyon jól mesél helyesen, hát ez a téma most nyilván nem vidám, viszont szívesen meghallgattuk volna, hogy mi van a Fülöp-szigeteken. Egészen elképesztő dolgokat olvas egyébként az ember, hogy 4 millió gyermek van veszélyben, hogy hány százezer gyerek maradt szülő nélkül, hogy milyen állapotok vannak kint. Hát ezt szerintem mi tulajdonképpen elképzelni se tudjuk. Tehát az ember így nézi a híradót, meg tudom én, internetes portálokon fotókat, de hát ez az egy tizede annak, ami ott valójában lehet. Minden idők legkomolyabb tájfunja, ilyen szélerősséget még soha nem mértek. Ja, borzasztó. És hát ugye tényleg, ahogy mondtuk mi is, meg korábban lehetett is olvasni, többé-kevésbé az örök számítottak erre a dologra, előre szóltak, előre jelezték, de hát nyilván nem tudsz hova menni. Nem tudsz mit tenni ellene. Tehát, hogy ilyen természeti erők ellen már szinte lehetetlen védekezni. Meggondolom, hogy az infrastruktúra se olyan, hogy el tudják őket, ugye ki tudják telepíteni, mert mellette Vietnámba is átért, ugye ugyanez a tájfun, és ott 1 millió embert pikpak kitelepítettek a vietnámiak. Igen, gondoljatok abba bele, hogy jön egy ilyen tájfun, és mondjuk a szerencsés vagy, akkor el tudsz valahova menni. Ugye hát ez a jobbik eset, hát ez sok százezer gyerek nem tudta megcsinálni, és egy évesen, két évesen, három évesen elsodrót a saját szüleit mellől. És a Csaba írt egyébként egy rövid e-mailt, hogyha esetleg nem sikerül kapcsolatba kerülni, akkor milyen állapotokban van, hol van, katonai helikopterrel próbálnak egyébként közlekedni. És több százezer gyerek keresi a szüleit. Ezek ott úgy bolyonganak. Akik vagy élnek, vagy nem. Akik vagy élnek, vagy nem, vagy megvannak, vagy nem. Hát erre nagyon sok készült ugye a nagy tájföldi, nagy ázsiai árvízről is. Ugye 2005-ben történt talán, vagy 2006-ban. Hogy ott is volt, akik évek után találkoztak újra.
Tehát, hogy ezt szerintem itt mi Európában el sem tudjuk képzelni, hogy azon kívül, hogy egy viharról nagyjából mi a képe mindenkinek, aha, nem, hogy fúj a szél, biztos óvóhelyre mész, megpróbálod átvészelni, utána nincs ivóvíz, nincs internet, nincs áram, de nagyjából azért mondjuk ezt, hogy Floridában is csinálják, hogy megszokták, felkészültek rá, helyre hozzák a dolgokat, tudják, hogy kinek mi a dolga. Tehát ott a Fülöp-szigeteken, ahol eleve nem olyan az infrastruktúra, ahol eleve nem annyira kiépített minden, nem olyan házakat építenek, nem abból építenek, nem olyan anyagokból, hát ott egy tájfun az... ezeket a kis favella-szerű ilyen kis bodegákat, amiben ugye sokszor Ázsiában laknak, hát az a földdel teszi egyelővé. Valószínűleg mindent vitt, és ugye te mondtad az előbb, hogyha itt vihar van, akkor mondjuk van egy napig van áramszünet, vagy mondjuk háromig. Igen, de igen, hát más, más, ami nem lesz semmi. Semmi, semmi. Az ég egyet a világon, igen. Nagyon durva. Hát ugye ez volt a 2010-es hajdi földrengés után is, hogy nem hogy hónapokkal, hanem évekkel utána még most is nyögik annak a természeti katasztrófának a hatásait, és ugyanaz megtörtént, amit te is mondtál, hogy évekkel később is még, sőt, még most is vannak olyan gyermekek, akiknek nem tudják, hogy hol vannak a szülei, hogy élnek, halnak, nem tudják őket beazonosítani, ugye keresik őket országszerte, de hogy de nem tudják egyszerűen, nem lehet, hogy soha nem fognak találkozni. Ilyenkor vajon hogy koordinálják a mentést, vagy ki koordinálja ezt? Hogy van? Hogy egyszer csak téged leraknak, mint egy mentőcsapat vezetőjét, és ott a semmiből, te ott nekiállsz áramot összerakni a kis generátoroddal, akkor ott megosztod a többi emberre, elkezded megtisztítani egy ilyen tablettával az ivóvizet, hogy ez hogy van? Hát most képzeld el, hogy ez valahova téged így ledobnak, mondjuk leszáll valahogy egy katonai helikopter, vagytok mondjuk 20-50-en, akkor ott fölállítotok egy kis tábort, és akkor itt szépen nulláról elkezdett így összerakni. Hát nem hiszem, szerintem a helyi hatóságokkal együtt működnek. Tehát ott is hát van a katasztrófavédelem, ott is van katonaság, ott is vannak fegyveres erők, szerintem alapvetően velük kell kapcsolatba lépni, és akkor ők megmondják, hogy hova kell menni, és hol kell segíteni. Tehát ők mindig csak becsatlakoznak a helyi mentésbe, szerintem nem szervezik meg helyettük. A túlélőket például hova teszed? Nyilván egy épület nem maradt éppen azon a területen. Ideiglenes tábor. A sátor. Amik aztán nem is biztos, hogy idéglensek lesznek sajnos, hanem lehet, hogy ezek is évekig fognak még szállást biztosítani ezeknek a szerencsétleneknek. Ők most vittek ki valamit? A baptisták? Többen, visznek. Igen, mindig visznek, mentek, igen, abszolút. Igen, a baptisták is elindultak, a reformátusok is indulnak, vagy lehet, hogy meg is érkeztek a Fülöp-szigetekre, igen, tehát ilyenkor nagyon sokan. Nemzetközi szinte minden egyes alkalommal ott van. Igen, magyarok vannak, akik újjáépítenek ilyen telefonvonalakat, vagy telefontornyokat, tehát hogy nagyon-nagyon sokan vannak kint, igen. Orvoscsoportok is mennek ki, adományok is mennek, igen. Hát ez azt mondják, hogy ilyen bibliai csapáshoz hasonló, ami ott van kint. Tehát elképzelni nem tudja az ember, hogy a történelem egyik és talán legnagyobb pucító vihara az mit csinált Fülöp-szigeteken, most hétvégén. Van egy segélyvonal. Ezek érnek még valamit? Biztos, nem? Hát, az ember már olyan hülye hagyott egyébként. Igen. De ha azt mondod, most persze. Ja, hogy ki megy a pénz, ki igen, megy. Igen, hogy főhívsz valakit, csak a kis emberek, hát hány olyan van, amikor sok-sok milliárdot dobtunk össze, aztán ez vagy nem érkezett meg, vagy későn érkezett meg, vagy nem azok kapták, hogy ebben még így van hitetek? Hogy mit tudom, bemondja valaki, hogy mit tudom, UNICEF ez 13, nem tudom, 666, és akkor így fölhívod, és az... A te kis 200 forintod az valójában megérkezik? Szerintem, hogy ilyen szervezet, mint az UNICEF áll mögötte, akkor az... Ők valószínűleg ezt nagyon jól kezelik. Igen, ezek nagyon magas labdák lennének a sajtónak, tehát hogy biztos, hogy perceken belül kiderítenék, hogyha valami kamu lenne a dolog mögött, és valójában nem a UNICEF gyűjt, hanem valami magánszemély okoskodik. Mi alapján osztják szét? Ilyen jellegű telefonvonalakat nem is létesített akárki. Tehát nincsen olyan, hogy van egy ilyen ingyenes zöld szám mondjuk, mert hogy egyébként nem is lehet hozzárendelni semmilyen más szolgáltatáshoz ilyen számot. Tehát ezt gondolom így központilag meghatározzák, hogy bizonyos tevékenységi formák kaphatnak egy ilyen számot, segélyszámot. Mi alapján oszthatják szét? Tehát ott nincs tehát nem úgy vannak a dolgok könyvelve, mint Európában vagy Amerikában, hogy volt egy ingatlanod, nem tudom, 90 négyzetméter, szoba, összkomfort, tehát ott nem így laknak az emberek. Ha valaki járt már Ázsiában, akkor tudja, hogy a bürokrácia meg az egész, tehát teljesen az európaitól eltérő módon működik, ahogy laknak, ahol élnek. Nincs, hogy egy ingatlanbecsüs kimegy, és akkor megmondja, hogy neked mennyit ér a lakás. Ott ilyen nincsen, tehát egészen más a rendszer. Hogy ott akkor megkérdezik, hogy
elhagytál, vagy elvesztetted, vagy elhagytad ezt is, akkor az alapján te fejpénzt kapsz, hogy ez hogy oszthatnak ilyenkor pénzt? Vagy azt mondják, hogy létrehozunk menekültáborokat, és azt ebből finanszírozzuk. Azt pénzt szerintem nem osztanak. Tehát így pénzt nem osztanak, ha valakinek elviszi a házát, a gyerekét, a családját, az állatait. Élelmiszert, gyógyszert, de pénzt biztos, hogy nem adnak senkinek. Helyi szervezeteknek, helyi segélyszervezetnek talán. De szerintem ők is úgy vannak vele, hogy pont azért, hogy az esetleges visszaéléseket elkerüljék, akkor adnak nekik rizst, adnak nekik vizet, fertőtlenítő szereket, stb. Nagyon tanulságos lehetne mondjuk egy ilyen utóépítésre így kimenni, nem? Mondjuk egy így jellemformálás céljából mondjuk egy 3 hónapot kimenni, és kiutazni, és ott lenni. És látni azt a nagyon-nagyon sok fájdalmat, azt a nagyon-nagyon sok drámát, hogy mennyi minden átalakulhat az emberben, ugye? Hogy egy ilyenre kimész, és azt mondta, hogy jó, rendben van, akkor itt hagyod a munkádat, a családodat, ha megteheted, és kimész mondjuk egy ilyen katasztrófa sújtott a övezetbe 2 hónapot. Szerintem egy másik ember jönne vissza, nem? Ott mi lett az érték? Hogy mennyire nem érték az, amit itt valójában értéknek gondolsz, illetve mennyire nem veszed azt észre, ami körülötted érték, mert máshova helyezed a hangsúlyt. Meg hogy nem? Számodra jelentéktelennek tűnő teljesen hétköznapi dolgok milyen sokat jelentenek ott, nekik. Igen, igen. Tehát, hogy itt valójában problémákat kreálsz, de az esetek többségében az ember sokszor nem veszi észre, hogy ez egy kreált probléma, és közben pedig mindene megvan, és a legfontosabb dolgokat pedig kihagyja. Mert természetesnek veszed, hogy kinyitod a csapot, jön a víz, és ott nincs víz. Igen, se csap nincs, se víz. És kimész mondjuk 3 hétre Afrikába, vagy tényleg a Fülöp-szigetekre, és valahogy nagyon áthelyeződhetnek a hangsúlyok. Nem voltam még ilyen helyen, de tervezem, mert egyébként szenzációs lehet tapasztalás szempontjából. És ez közel sem azt jelenti egyébként, hogy más nyomorán nézed meg, hogy a te egód mire képes. De biztos, hogy a hangsúlyok nagyon áthelyeződnek, nem? És akkor ugye a te életedet sokkal rendben lévőnek, vagy a te problémáidat sokkal, hát hogy is mondjam, talán kevésbé valóságosnak gondolod. Ott találkozom még egy 2 éves, még egy 4 éves gyerekkel, akinek lehet, hogy soha többet nem lesz meg az anyja vagy az apja, vagy találkozol 15 szülővel, aki azt mondja, hogy 1,5 hónapja eltűnt a 2,5 éves gyerekem. És fogalmam nincs, hogy hol van, de tudom, hogy valahol ő egyébként megvan, mert érzem, hogy mondjuk még életben van. Csak 2,5 évesen. Így van, de hogy telnek a hónapok, adott esetben évek, na most egy 2,5 éves gyereket mondjuk 1 év múlva, 1 év múlva, lehet, hogy a szülei már nem élnek, a rokonok meg nem ismerik fel, mert annyit változik. Hát most olvastam így a tájföldi árvíz után, hogy 8-9 évvel később találkozott valaki, egy kislány, most jutott vissza a családjához. Sri Lanka, ugye hát azért egy elég nagy rész kapott, ugye? A cunami sújtott övezet, azért ez egy elég komoly parcokat szólt, tehát egy Sri Lankai kislány volt, aki 8 év után találkozott újra. Elkeveredett, nem talált haza, nem volt telefon, elkezdett iskolába járni, felnőtt, és valahogy egyszer csak valamilyen szálak alapján kibogozták, hogy anyalánya találkozott 8 vagy 9 év után. És szinte már idegenek hát, egymás számára. Hát azért ez mennyire durva, nem? Nagyon súlyos, és egy nagyon hosszú időszak esett ki. Sok közös élmény. Hát ilyenkor szerintem nem erre gondolsz, hogy sok közös élmény esetleg, arra gondolsz, hogy megvan. A közös élmények alapján azt értem, hogy gyakorlatilag a kisgyereknél, a szülőknél nem is annyira, de a kisgyereknél azért 8 év az olyan hosszú idő, hogy neki az anyja valószínűleg ennél a találkozásnál egy idegen ember volt. Igen, persze, úgy igen, abszolút biztos, tehát hogy az nagyon, nagyon kemény lehet. Na jól van, nem tudjuk most akkor fölhívni, ami drága Csabánkat, teszünk majd még rá egy reménytelen kísérletet, vagy kérünk tőle egy másik számot, esetleg holnap jó lenne vele beszélni tényleg, hogy mi a helyzet, így első kézből hallani. De hát ez a kapcsolat most nem jött össze, valószínű, hogy a műholdas telefon sem működik. 3-as ugrásra lehet jelentkezni, játszunk majd a hírek után. Nem jó? Csak lőrinciek. Igen, de kifejezetten kérjük, hogy ne csak lőrinciek. Az ország bármely más városából egészen nyugodtan lehet játszani, mi pedig jövünk a hírek után, pontosan 8:30 van. Ez itt a Morning Show. 3:40. Ó, hát 3:40. Hát majd lesz 3:40. Jó, várom, édes hálóvá. Várod a Tibit, mi? 3:49 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Úgy néz ki, hogy sikerült előkeríteni a Csabánkat. Lehet, hogy kicsit recsegni fog a vonal, de ez most érthető. Itt van velünk Lukás Csaba, az MNO külpolitikai tudósítója. Hello Csaba, jó reggelt!
Hello, sziasztok, jó reggelt mindenkinek, itt már délután van. Délután, igen, hát akkor nekünk jó reggelt, nekünk délután. Na, tudom, hogy csúszik a vonal, úgyhogy nem is akarunk nagyon sokat kérdezni, hogy ne legyen ilyen nagyon szaggatott a beszélgetés. Csaba, kíváncsiak lennénk, hogy kivel mentél, mi történik, hol vagy most, mit látsz, mit tapasztalsz, mesélj nekünk. A Baptista Szeretetszolgálat három tagja, tehát én is az egyik tagja vagyok a Szeretetszolgálatnak önkéntesként, tehát hárman vagyunk kint, Cebuban vagyunk a repülőtéren, óriási káoszba kerültünk. Tudni kell, hogy megint megérkezett a vihar, reggel segítettünk a beltáknak kipakolni repülőgépet, és elképesztő eső volt, és ez azzal járt, hogy leállították megint a repteret. A mai nap folyamán gyakorlatilag nem lehetett berepülni, egyetlen egy gépet engedtek be Taklóban városba, miközben bent óriási igény lenne orvosokra, mentőcsapatokra, gyógyszerre, ivóvízre, gyakorlatilag mindenre. Az ottani baptistáknak van egy műholdas telefonjuk, és tőlük tudjuk, hogy az a bolt, amit nyitott, az is hiába nyitott ki, mert semmi nincsen. Az emberek kétségbe esetben várnak élelemre, ivóvízre, ilyesmire. Képzeljétek el azt a frusztráló helyzetet, hogy egy belga orvoscsoport 25 orvossal bejutott a katasztrófa közvetlen közelébe. Tudna műteni, segíteni az embereken, de a felszerelésük itt ragadt, és nem tudják bevinni, most még sátraik sincsenek, ahol aludjanak. Itt közben elképesztő mennyiségű segélymunkás öltorlódott, nem tudnak bejutni, 50 fős japán csapatot láttam, franciák vannak, spanyolok, mindenfélét, mi se tudunk bejutni. Mi legalább hasznosan tudjuk azzal tölteni az időt, hogy járjuk a boltokat és fölvásároljuk, amit még lehet, és megpróbáljuk ezt holnap kompon bejuttatni, de akkor a vihar van, hogy a komp sem megy a szigetre. Egész egyszerűen a helyi hatóságoknak a képességét és a logisztikai kapacitását meghaladta ez a történet. Hiába van itt a katonaság, ők sem tudnak berepülni, nem is értik különben, hogy ennél jóval fejlettebb országok, Szingapúr, Új-Zéland is felajánlotta a logisztikai kapacitását, nem tudjuk, hogy ez hol van, és miért nem jönnek a helikopterek, miközben itt hozzátartozott ezrei őrjöngenek, hogy nem tudják, hogy mi van bent a szeretteikkel. Egy fontos dolog, amit el akarok mondani, hogy úgy tűnik bentről, hogy egyetek gyerek marad a szülők nélkül, nem tudjuk, hogy ezek valóban árvások, vagy csak egész egyszerűen megszakadt a kommunikáció, és a viharba elvetítették egymást a családok. Mi most rájuk fókuszálunk, és nekik próbálunk segíteni. Alapvetően arra van szükség, hogy valamiféle sátrakat, és hát élelmiket biztosítani addig a várható, vagy szerencsés esetig, amíg megtalálják a szüleiket, akinek nem találja meg, mert meghalt, adnak meg hosszú távú ellátást kell biztosítani. Úgyhogy ezért a Baptista Szeretetszolgálat elindította újra ezt a Fogadj Örökbe című programot, amivel szimbolikusan lehet támogatni egy ilyen szerencsétlenül járt kisgyereket. Csaba, arról tudtok valamit, hogy mikor múlik el a vihar, vagy mikor tudtok bemenni, vagy hogy mi a helyzet? Mert azt hittem, hogy már azért mentetek ki, mert nyilván ott már tudtok aktuálni. Teljes kommunikációs káosz van. Úgyhogy hát mindenki abban reménykedik, hogy kisüt a nap, de hát ma már nem fog, mert most már lassan lemegy a nap. Ezért is állították le a reptér. Volt egy pillanat, amikor mi bent ültünk egy katonai gépbe, és arra vártunk, hogy fölszálljon és bejussunk Taklobanba, és akkor azt mondták, hogy mivel a városban egyáltalán nincsen villany, tehát a szigeten semmi nincs, és nem volt garancia, hogy a repülőgép beér még napnyugta előtt, azért a pilóta nem vállalta a berepülést, mert azt mondta, hogy sötétbe ő sem tud leszállni. Tehát annyira nagy a káosz, hogy a szigeten még a reptéri kifutó fények áramellátását sem tudják biztosítani. Hát akkor még azért messzebb vagytok attól, igen, hogy a gyerekeken próbáljátok segíteni. Milyenkor az első lépés, Csaba? Tehát például majd később találkoztok olyan gyerekekkel, akik elvesztették a szüleiket. Akkor őket elviszitek egy helyre, ahol gyűjtik ezeket a gyerekeket, utána majd megpróbáljátok felvenni a szülőkkel a kapcsolatot, vagy hogy megy ilyenkor az összehozás, vagy a megtalálás? Az a jó ebben a segítségben, hogy a Baptista világban nagyon erős a szolidaritás, és a világ minden részén vannak baptista közösségek. Tehát azonnal a szigeten is, ahol a legnagyobb baj történt, általában vannak baptista közösségek. És nagyon érdekes, hogy itt azok az épületek maradtak meg, amelyeket kőből és betonból építettek. Sajnos a szegény emberek jellemzően nem abból építettek. Tehát például a templomok vagy az egyházi intézmények azok masszívabb létesítmények, és így megmaradtak, és azokban szükségszállásokat tudunk létrehozni. Tehát ilyenkor ezek közösségi helyként üzemelnek, és oda össze lehet szedni a gyerekeket is, meg oda össze lehet szedni azokat, akik fedél nélkül vannak. Most igazából ez a prioritás, és a napokon belül meg fog érkezni a járvány is, hiszen itt minden tönkrement, nincsen ivóvíz, nincsenek higiénikus körülmények, és ez gyakorlatilag az emberek a szabad ég alatt vannak most is az esőbe, és időkérdése, amikor járványok fognak. Tehát csak napok kérdése, és járványok fognak fölbukkanni. Most aki például itthonról próbál segíteni, az mit tehet? Uh-huh.
Micsoda, hogy ennyit tudtunk beszélni egyáltalán ilyen viharban, hogy egyáltalán van bármiféle mobil kommunikáció. Jó, hát megpróbálunk majd Csabával még beszélni, természetesen meg holnap is fölhívni. Műholdas telefont egyszerűbb lenne. Igen. Tehát, hogy ő is elmondta, hogy egy kommunikációs káosz van jelenleg, tehát, hogy még egymással sem tudnak érintkezni. Nem, hogy mi így nem velük. De egyébként a Csabának van egy Facebook oldala, Lukács Csaba, erre keresetek rá, és akkor ott vannak fent így óránként, két óránként friss információk, amikor nyilván ő is net közelébe fér, vagy egyáltalán meg tudja osztani ezeket a posztokat. Szólni kéne az amerikaiaknak, hogy ezt a HARPot ezt állítsák le, nem? Vagy... Hirtelen megint jön egy olyan nagyon nagy vihar, ami még egyébként soha nem volt, és ez most már nem 200, nem 250, nem 300, most már hirtelen 350 km/h, lassan 400 km/h, maguktól ilyen viharok nem alakulnak ki, ők ott lövik gyorsan ugye az ionoszférát, különböző ilyen kis dolgok. Nem? Obama fújja a szelet. Tessék? Obama fújja a szelet. Jó, majd akkor itt megint rendet kell tenni a fejekbe, úgy látom, hogy... Nem, nos, a HARP és a chemtrail azért, tehát a HARP az egy konkrétan létező, abszolút elismert dolog. Jó, kérdeztem, azt mondta, hogy az amcsik csinálják, akkor gondolom. Ez ilyen magas frekvenciás rádiójeleket továbbítanak az ionoszféra egy meghatározott területére, tulajdonképpen alapjában erről szól, és elektromágneses folyamatokat generálnak. Most azért az ionoszférába föllősz, és ott mindenféle elektromágneses folyamatokat generálsz, azért az nem biztos, hogy annyira szerencsés időjárás szempontból se. Nem, ha be, hogy ott az ionoszférába elkezdesz egy kicsit beleavatkozni, meg mindenféle ilyen magas frekvenciás rádiójeleket oda, hogy föllövögetni, csak azért, hogy te kísérletezgessél. Nem? És az időjárásra megy ez a HARP? Hát ez kihat az időjárásra, és persze nagyon sokféle oka van, hogy ezt miért csinálják, nyilván a 10%-át elmondják, hogy miért csinálják, sőt, például a HARP az nyilvánosan látható, tehát ebbe az antenna erdőbe ebbe évente kétszer nyílt napot rendeznek, te oda be tudsz menni. Csak hát nyilván vannak olyan dolgok, amikről ők nem beszélnek, hogy ennek még milyen plusz dozadéka van, vagy még miről szól. Ők azt mondják, hogy többek között például a sarki fényt kutatják ezzel, és évente sok százmillió dollárt költenek arra, hogy megértsék pontosan a sarki fény működését. Hát azért ez így önmagában nem biztos, hogy összeáll. Nem? Ja. Jó, most értem. De nem, én ezt részben elhiszem. De nem feltétlenül látok mögötte ilyen összeesküvéseket, de hogy ez létező dolog tényleg. A kínaiak is csinálnak rengeteg esőt például. Hát ott csinálnak művi úton esőt, igen, az is egyfajta. Évre akarják fejleszteni ezt a dolgot, tehát hogy egyre inkább befolyásolni akarják az országnak az időjárását, elsősorban tényleg azért, hogy befolyásolni tudják a termésnek a bőségét, meg mennyiségét, meg el kell látniuk valahogy ezt a hatalmas országot. És biztos a HARP-nak is vannak ilyen, értitek, ugye? Értjük. Na, jó. Abban jobban hiszek, mint a chemtrailben. A HARP-ban? Igen. De szívesen beszélek róla egyszer egy 10 percet, aztán mindenki eldönt, hogy szerintem igaz, vagy nem igaz, vagy hülyeség, vagy nem hülyeség, de meghallgat az ember egy-két tényt, azért érdemes ezen elgondolkodni, hogy mégis vajon miért csinálják, meg mi a céljuk ezzel. Valószínűleg nem csak az, hogy megértsék pontosan a sarki fény működését, aha, meg egyéb időjárási jelenségeket tanulmányozzanak, mert ők annyira kíváncsiak, tehát azért mindent feltételezhetünk az amerikaiakról, de nem. Ennyire helyesek és ennyire érdeklődőek, azért ennél talán több van a dologban, nem? És az nem lehet, hogy ez a vihar mondjuk ennélkül is kialakult volna? Tehát ezt most biztosan tudjuk, hogy ez HARP, meg nem tudom micsoda? Nem. Ilyen nincs, ezt nem tudta soha bizonyítani, tehát nem jön a tájfon, mutatkozik be, és azt mondja, hogy én egy éve jó, még nem léteztem, jó napot kívánok, a HARP-tól jöttem, és most szeretnék itt mindent letarolni. Nem, csak ha nagyobb összefüggésében nézed a dolgokat, földrengések, tájfunok, egészen sűrű, hihetetlen halálozási számmal, hihetetlen erővel, egyre erősebben, hát azért van valamiféle okot, vagy következményt azért itt lehet találni, hogy ez minek tudható be, nem? Nem tudom. Nem ismerem a HARP-ot, az időjárás még kevésbé. Én azért bízom benne, hogyha ők észrejelennék ezeket az összefüggéseket, hogy az ő HARP-olásuk miatt hal meg ennyi ember, akkor szerintem azért leállítanák, vagy valami. Tehát, hogy így... De most ez mondjuk messze van tőlük, de amikor ott New Orleans meg ezeket vágta tacsra a vihar, az akkor se tűnt fel nekik? Hát New Orleans-sal kapcsolatban is nagyon sok összeesküvés. De akkor is azt mondod, HARP tulajdonosként, nem tudjuk, hogy ki az nyilván, vagy így nagyon pontosan nem tudod, de akkor is azt mondod, hogy mindegy, hát most ott meghalt egy pár ezer ember, a város ledózerolta ez a vihar, a HARP-nak gyerekek menni kell akkor is. Igen. Ezt mondják.
Miért egyébként? Nem tudom, hát csak kérdezem. Az amerikaiakra sok mindent lehet mondani, de azt szerintem nem, hogy érzéketlenek lennének mondjuk azzal kapcsolatban, hogy adott esetben egy amerikai kísérlet miatt amerikai állampolgárok halnak meg. Hát akkor érdemes elolvasni ezt a tanulmányt az interneten, ami egy pakisztáni családról szól, akik elmondják, hogy ők amerikai drónok közepette hogy élik az életüket. És elmondják, hogy Pakisztán 70%-ában drónok repkednek. És kilőnek például a temetéseket az amerikaiak. És ha valaki bajban van, civilek, aha, mert a drón mondjuk föntről szépen megtámadta és lelőtte, akkor már nem mernek oda menni segíteni, és végignézik, hogy a családtagjuk meghal. De ez most mert abban azt értem, csak én az jó arményszerjállára mondtam. Én csak, hogy az amerikaiak mennyire jóindulatúak, meg az amerikaiak mennyire törődnek. Ártatlan civilek halnak meg. De ez most teljesen mindig csak más, csak egy pakisztáni családnak egy lány nyilatkozott, hogy az, hogy fölöttük repkednek a drónok, az már teljesen megszokott dolog. Tehát így élnek, nem tudják, hogy a következő pillanat az adott drón az hova lő. Valakit kilőnek, ahol egyébként se terrorista vezér senki, csak mondjuk egy családi összejövetel, vagy egy temetés van, és ha te oda mész segíteni azon az emberen, akit kilőttek, akkor szintén rád lőnek még. Jó, ez nagyon megrázó történet. Ez nagyon, ez egy okay, nagy cikk volt erről, hogy döbbenet egyébként, hogy a kedves amerikaiak egyébként hogy gondolkodnak de erről, meg hogy nekik ez mennyire nem számít. Hát akkor jelen pillanatban nem gondolnám, hogy egyébként az számítana, úgyhogy kísérleteznek az időjárással azért, hogy katonai politikai célokat szolgáljanak, akkor közben ők törődnek azzal, hogy ez mondjuk más nemzeteknél valójában egyébként hány halálos áldozattal jár. Hát ennyi szerintem. De nem is ezt kérdeztük egyikünk sem, pont azt mondjuk mindeket. Hát Jani ezt mondta. Nem. Tudjuk mindenkettel, ebben 100%-ig igazod van, hanem hogy a saját nemzetét nyírja ki a alumínium esővel, meg a hárpal, az se érdekli? Ez volt a kérdés. Ezt tudjuk, az összesen igazod van, teljesen ezt értjük. Nem, szerintem nem. Tehát, hogy megnézitek a World Trade Center-t, ahol robbantási szakértők nyilatkoznak, szakemberek, uh-huh, és elmondják egyébként, hogy az a bizottság, aki létrejött, azt egyébként hogy és miképpen irányították, hogy a tényeket eltusolják, és hogy egyébként a kerozinnak az égési hőmérséklete sokkal alacsonyabb, mint az acélnak az égési hőmérséklete, és bebizonyítják exakt kísérletekkel, hogy ez a két torony az nem omolhatott volna össze akkor, ha nincsenek még plusz bombák egyébként beszerelve. És amikor omlik össze a torony, akkor lassítva mutatják azokat a pontokat, hogy itt robban, és még nem ér oda az omlása, hogy zuhan össze a torony, de már látod, hogy 10-20 emeletenként folyamatosan robbannak. Hogy három héttel a katasztrófa előtt a World Trade Centerbe egy napra mindenkit kizavartak. Azóta se tudják, hogy ennek mi pontosan mi volt az oka. Azt mondták, hogy karbantartási munkálatokat kell végrehajtani. Na most, ha ártatlan amerikaiak haltak meg, és mondjuk erről az amerikaiak tudtak, akkor törődtek ők azzal. Csak tételezzük föl, ja, hogy mondjuk jó, ott meghal 2000 ártatlan amerikai. Nem volt fontosabb az, hogy mondjuk egy háborús okot generáljanak azért, hogy utána megtámadhassák mondjuk Afganisztán? Nem? És akkor ott mondjuk meghalt 2000 amerikai. Mit nyertek vele meg? Vagy mit vesztettek? Meghalt 2000 amerikai. Viszont utána megtámadhatták Afganisztánt, vagy amikor elmondták Irakról, hogy vegyi fegyverek vannak. Hányan haltak meg azért, mert azt hitték, hogy valójában vannak vegyi fegyverek, és nem voltak. Szóval, hogy szerintem ennél ez bonyolultabb. Na mindegy, jó, egyszer majd beszélünk a hárpról. Milyenek a kérdések, János? Hát nézd, Balázs. Nézd, Balázs, szerintem viszonylag könnyűek a kérdések. Talán a harmadikkal egy picit az nem baj fognak. Az egy kicsit dolgozni meg. A lőrinciek, igen. Itt van már is a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló! Hello, jó reggelt! Kicsit komolyabb a témánk, de ez nem is baj egyébként. Viszont egy vidám hang. Hello, hogy hívnak? Marci vagyok Lőrincről. Nem. Kamuzol, esküdj. Kamuzik. Tatabányáról van, látom. Marci, hello Marci. Hello, sziasztok. Tatabányáról? Szálligettel lakom, de Tatabányán dolgozom, igen, egy nyomdaipari KFT-nél. Uh-huh. Na megnézzük akkor, hogy megy ez neked, jó? Hát, esünk neki. Dedikált nyakbalkasztóért, így szól az első kérdés. Hogy hívták a lókupec elpusztult lovát az Indul a bakterház című filmben? Sanyi! De jó volt. Mekkora klasszik. Legnagyobb. Menjünk tovább? Én úgy vagyok, hogy igen. Menjünk tovább. Haladjunk. Figyelj, én már nem tudom, mi a második, már nem merek semmit mondani, nehogy aztán baj legyen. Dedikált egér alátét, vagy szatyor, vagy
valamelyik a kettő közül. Mehetünk? Mehetünk. Így szól a második kérdés. Melyik sportágban értékelik a sikeres akciót Jukóval? Jukó, ez a... Judo. Így van. És Vazarival, meg itt pontban is. Majdnem rosszat mondtam, de beugrott. Jó voltál. Mehetünk tovább? Hát, menjünk, legfeljebb bumbozunk egyet. Dedikált sapka, ami nem dedikált. Kövezzetek meg, tudom, én vagyok a hülye. Mert hogy a hármasugrásban dedikált ajándékaink vannak, nem? Aha. Így van. Hímzettet adunk. Nem baj, nekem ez így tökéletes. Oké, nem csak most gondolkozom, hogy aláírjuk a sapkát, vagy nem, ezt szerintem senki nem jár egy aláírt sapkával a fején, de mindegy, sapka, ez a lényeg. Itt én aláírtattam a szemigazolványomat is, úgyhogy. Na, jól van. Itt szól a harmadik kérdés sapkáért. Melyik kontinensen található a Föld második legmagasabb hegycsúcsa? A K2. Hát az Ázsiában én úgy tudom, Pakisztán. Ennyi volt a kérdés, nem is kell jobban, mert Ázsia, kész. Végig hasítottál. Ez közel áll egy kicsit hozzám. Ki arcoskodik ott a háttérben? Hát van egy-két kollega. De ügyesek vagytok, megoldottátok. Jó, megvan a dedikált ajándékcsomag. Nagyon örülünk neki. Küldünk nektek mindent, aztán osszátok szét belátásotok szerint, jó? Nagyon szépen köszönjük, további szép napot. Sziasztok, sziasztok, ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Tibi az M3-ason ül dugóban, úgyhogy engedjétek el Tibit, jó? Villog, dudál, jönnie kell. Ereszétek át. Ereszétek át Tibit. Az M3-ason van, gyerekek, azért ma végigbeszéljük a 3 órát, vagy a 4 órát szerintem, mert sanszos, hogy nem éri. De 9 óra múlt 2 perccel jövünk a hírek után. 9 óra múlt 17 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Trafi az M3-ason, a 183-as kilométernél a Görbeházi Molkútnál Budapest felé. Ezt Zoli küldte nekünk, valamint villamos személygépkocsi ütközött a Krisztina körúton, üzente Laci. Szentendre jut befelé, elesett, Méhész Tomi üzente. Van egy trafink az 51-es úton Baja felé, a 63-as kilométernél. Miért nem jeles senki? Sőt, közömbös fapofával néz, ha villogok. Senki nem köszönte meg. Írja nekünk Attila. Köszönjük szépen. És az M6-os 42-es kilométernél Pécs iránya most készülnek fotózni. Ebben a pillanatban pakolnak, csak nehéz őket észrevenni. Ez pedig Kriszta küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hozzánk pedig megérkezett Kassa Tibi. Minden kedden a Hungária és az Üllői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Balazzo. Velük tart az olasz konyhanai mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker, a férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! 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 Kakasza Tibi, kakasza Tibi, mama, mama. Na, mi? Majdnem nem alattatok rólam. Nagy kár lett volna, mit? Kutya fáját, én nem is mentem volna sehova utána. Leültem volna, sírtam volna reggel. Pont azon gondolkodtam, hogy régen, amikor még igazán hamvas volt a kapcsolatunk, és igazán szerelmesek voltak a hangomba a testembe, akkor ilyenkor még olyan volt, hogy mentőakció, Kassa Tibi, robogóval, valaki szabadítsa ki a tömegből. Volt ilyen? Nem volt, amit 5 perccel ezelőtt úgy leszartáltam, hogy nem volt hallgatni. Én már itt néztem a World Trade Center-t, mondom, még akkor beszéljünk róla egy kicsit, mert vannak érdekes információk, nem félni, ezt 11 óráig tudom tolni az összes kölcselméteket, nagyon szívesen, úgyhogy... Valami rohadmányos antennát kitaláltál volna addig, amiben... Ki, gyerekek, persze. Szóval nem izgultó, nagyon. Jani folyamatosan állt, hogy Bali, ideér, mondom, Jani, nyugodj, lesz persze. Lesz, hogy itt lesz. Feri kérdezi, Bali, itt lesz, mondom, Feri, nyugi, jön, nem fog cserélni. De ilyenkor az olyan, mint jövök, mint egy felmentő sereg, és így bekönnyeztek, amikor megláttak olyan. Hát persze, inkább, mint egy nehéz ólomsúly. Mint egy elszabadult meteorit. Az a baj, hogy úgy arcoskodtok, hogy fogadjunk
hogy veletek kapcsolatos aranyköpés még nem született. Született? Hmm. Tudtok ilyesmiről, hogy, hogy valami ilyen igazán kis laza kis szólás, mondás, aranyköpés, valami ebben vagytok foglalva? Nem. Nem. Na, akkor ebbe is előttetek járok. Kérlek szépen. Nem biztos, hogy ez baj egyébként. Igen, szándékosan nem onnan kezdtem el fölvezetni, hogy vannak velem kapcsolatos viccek is. Sokak szerint nyilván én magam vagyok az, de a lényeg az, hogy a Facebookon belefutottam egy posztba, valaki indult szombaton bulizni, és azt mondta, hogy illetve nem kisebb kihívást állított maga elé, mint hogy ma este Kassa Tibire iszom magam. Az ez jó. És ez mit jelent? Hogy? Hát nézd, fog kinézni, hogy jó képű, sendben vagy. Hogy vizuálisan, szellemileg, a kettő ez együtt. Ez egy csomag. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a jó képű, sármos, humoros, hódító, ellenállhatatlan, jó táncos. Aha, te olvasatod van ez. Ebben te hol vagy? Ez vagyok én. Értem. Kerestelek a jelzők alapján, hogy hol vagy te. Ha én eleget iszom, akkor én így képzelem el magamat. Én szoktam nektek mondani, hogy én úgy szeretek bulizni, hogy előtte láthatatlanra iszom magamat. Tehát olyankor először, mikor azt érzem, hogy most már láthatatlan vagyok, akkor elkezdek így bemenni, mint a szombatesti lázba, vagy nem tudom, a péntekesti lázba, és bejzsájvolok valamilyen szórakozó helyre. Na ezek szerint most van egy új fogalom, ha az ember Kassa Tibire issza magát. De picit egymás ellen is kell most, hogy valljatok, és egymás ellen akarnak. Várjál, amikor ilyen láthatatlanra iszod magad, akkor így bemész, és akkor így ők ezt így érzékelik, és tényleg észre sem vesznek. Hiszen láthatatlan. Hello, szia lányok! Na jó, séta. Mi ez? A szellőző rendszer puffog? Elrólott a légkondi? Mi a francia? Jó, egy picit valljatok ti is egymásra, ne csak magamra húzom. Tehát van az, hogy az ember Kassa Tibire issza magát. Az olyan, hogy bemész, hódítasz, autogramokat adsz, ha kérnek, ha nem. Tehát, hogy van egy ilyen csomag. Sose lesz. Ennyire még sose. Ennyire nem tudok menni. Nem azt, nem azt. Én láttalak téged bulizni, nekem ne arcoskodjál. Jelzőket nem tudták, hogy ezek után hogy tudnék olyan menő lenni. Jó, nem. Menjünk végig akkor ezeken a kategóriákon. Milyen, hogyha az ember Vadon Janira issza magát? Tehát most tudjuk, hogy milyen, hogyha Kassa Tibire issza magát. Ha Vadon Janira issza magát, az milyen? Tehát akkor mit csinál? Hát mi láttuk már Janit inni. Csajozó? Nem volt. Dehogy is. Nem, óriás nem. Duma van, és senki nem áll meg előtte. Te ott olyat kapsz még. Csak az osztás. Csak a vérszívás. Csak a masszív sértegetés. Az őrült igaz mondás? Tehát akkor kijön belőle, minden politika elszáll, és csak a nagyon arc van. Igen, arra külön terv van, amikor kitelepülünk, és lejön velünk vacsorázni, hogy hogyan tudjuk belediktálni ezt a fél pálinkát, mert onnantól kezdve sírva röhögsz. Véged van. És ez nagyon őrült. Kemény, hogy te miket szoktál kapni olyankor, na mindegy. Ja, hát én egyszer veled, ugye azt tudom, hogy ha Rákóczi Ferire piázza magát, az is ilyen igazmondás, de az ilyen szeretetteljes igazmondás. Mi egyszer egy ilyen Old Man's Club koncert után ott maradtunk a Ferivel ketten, én hajnali 3 körül már gyakorlatilag az arcon csúszva a saját, nem tudom, saját különböző őrülékünkbe, és ott ültünk, hát egymás karoltuk, hogy figyelj, megmondom neked őszintén, hogy egyébként esküszöm, hogy őszintén most ezt megmondom most őszintén, és ezt toltuk valamilyen 2-től 5-ig, de figyelj, én viszont most tök őszintén mondom meg neked, hogy most őszintén ezt most megmondom, hogy nem gondoltam volna, hogy őszintén megmondom. Jó, és Balázs, milyen egyébként? Most kicsit valljunk rá, és ne lapítsunk. Én sose láttam még. Hogyha az ember sebestyénre issza magát, az milyen? Rejtőzködő vagy? Na nem, hát mondjátok. Hát nem tudom, én nem láttam. Picit elereszt így mindent. Jó, kedvem van, nem? Mindent, igen. Tehát, hogy abban a pillanatban így úgy tűnik, mint hogyha igazából nem számítana holnap. Igen, a következmények. Felszabadul tudok lenni. Igen, rám nem jön ilyen, beszéljük meg, nem jön ilyen nyomasztó őszintesség, hogy ne úgy megbántott, ne semmi, nincs ez az összeborulunk, és akkor most úgy megmondom őszinte, nem, ez nem, hanem... Mosolygós lesz. Én mosolygósan, vidáman, könnyedén, jól szórakozom akkor, igen, nem akarok nagyon megbeszélni, nincsenek ki nem mondott érzelmeim, amit majd részeken kimondok, hanem és bármilyen jól érzem magam. Ötletnek tűnik neki abban a pillanatban. Egy apró ötlet is jó ötlet. Minden ötlet jó ötlet. Jöhet, ami még egy picit rátesz egy lapáttal a hangulat. Beköltöztél egy kútba, vagy micsoda? Egy valami sztorit megyünk. Mi Argentinában ittunk elég sokat, ott 6 héten keresztül összezárva azért ott ittunk. Erről már sokat meséltünk. Hát ott voltak ilyen argentinai bulik, ahova János a kis hasítasiával elhozta az útleveleket, meg ugye előszeretetet dobáltam János brazil vízumát be a tásztér közepére. Úgyhogy János 4 kézlábban szott az argentin diszkóba. Én nem vagyok, én sem vagyok olyankor szívbajos, úgyhogy nagyon pici nyomás van bennem, de amikor én hasonfekve gyeptéglákon csak annyit tudok mondani, hogy ne, ez már nem kéne.
És akkor ők jó, mindig úgy, azt gondolják, hogy azt is még kéne. Jó, de úgy, úgy mesztelenül senki nem állít meg taxit, ahogy én, nem? Hát úgy így van. Jönnek elő a konkrét sztorikat, mert szeretem. Seggel nem fog úgy taxit senki, mint ahogy Balázs. Argentin taxit még nem látott. Argentin taxit. Nem láttam, hogy én satú fékezni argentin taxit, amikor meglát egy senket. Persze, persze. De mondd meg, amikor elmentünk egyébként bulizni, miért hoztad magaddal az útleveledet? Miért nem hagytad otthon? Hogy biztonságban érezzem. Tudtam, hogy hát, ha felnyomják a szobámat. Ki hozza magával az útlevelet, amikor elmegyünk bulizni? Jó, de ki az, aki bedobja a tömegbe? És ki az, aki egyébként előveszi a diszkó, hogy Bali, buliz nyugodtan, itt vannak az útlevelek. Semmi baj nem lesz. Csaba fiam, kitéptem ilyen közben, és be a diszkó közepén, mind a három útlevelet. Bali, ez most nem volt vicces, és négy kézláb. Ez volt, nem volt jó tréfa, és négy kézláb másztam a lábak közt, és keresgéltem. Ekkor felettünk mindenkit ott izé, kájpirinyázott. Igen, mindenki fél liter egy kájpiroskát megivott, jön meg négy kézláb. Elnézést, nem látták, hogy hova esett? A brazil vízumom. Az útlevelem. Hát és akkor mindenkinek van egy kis takargatni valója. Ebben a pillanatban még mindig azt látom, hogy azzal jár jól az ember, hogy egy szombati buli azt fogadja meg, hogy Kassa Tibire is szavagát, mert az a jóképű, humoros sármőr lesz, aki beköszön majd a bulira. Adhatom a szignált. De őszinte leszek, nem a Kassa Tibire ivott tömegek azok, amik ma bökik a csőrömet, na szignál. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Egy olyat hoztam nektek, amiben biztos, hogy mindenki beleszaladt már. Haladsz mondjuk egy autópályán, baromi nagy kocsisor, és nem érted, hogy miért megy mindenki 128-al. Aha. Na miért? Mert 130-al lehet menni. Mi ikrek vagytok? Betegek vagytok? Mi a normális? Nem a 0670! Gyakorolgatjátok kávészünetben? Nem. Hát csak reálisan nézzük de az minden, élet ezen miért megy, mindenki, mindenki 128, amikor lehetne menni 130-al? Azért, mert a sor elejére beállt a safety car, szépen beállt előre egy rendőrautó, és lapít mögötte mindenki, mint hogyha valami félnivalója volna. Láttátok már? Hogy nem. Beáll a rendőrautó, 127-tel, mögötte lapít mindenki 126 és féllel, megelőzni senki nem fogja engem, te nem fogsz elkapni. Alapon, és gyakorlatilag, mint egy nagy boldog család megyünk mögött, azt lapít mindenki, mint hát hogy erről előzik meg mint a drogot szállítana. Nem, hát csak ez, hogy tényleg, hogy de ezt nem így csinálják. Tehát ha 130-al lehet menni az autópályán, akkor ők nem 127-tel mennek, hanem mondjuk 90-nel vagy 100-zal. Tehát mindig az a lényeg, hogy a megengedett sebességnél ők egy 10-15-20-szal lassabban mennek, mert te 127-tel már nem... Ez belőle jött ki, ez a... 127-nél már nem előzöd meg, mert ugye 130 a tetejedét. Az a lényeg, hogy mondjuk van egy 70-es tábla, a zsaru beáll 55-tel, és mindenki megy mögött, egyértelmű 70-es táblánál, és 55-tel, azért, mert nem meri megelőzni. Mert tehát ők beállt a safety car, és visszalassítják direkt, igen. Jobb a békesség. És egyébként tényleg az egy baromság, hogy én is így vagyok vele, és ezt én vállalom, hogyha meglátok egy rendőrautót, és nem azért, nekem nincsen semmilyen rendőrös rossz élményem egyébként, vagy engem nem bántottak, vagy nem tudom, tehát velem lekopogom, kimondtam, mindig normálisak voltak, de hogy nem az van benned, hogy meglátsz egy rendőrautót, és hú, minden rendben van, itt vannak a rendőrök, vigyáznak ránk, hanem úgy összerezzensz, hogy most nem, valami baj lesz. De hogy szerintem a beivódva az emberekbe az az érzés van, hogy most mindjárt valami baj lesz. Hát nem én megelőzöm, hát tök simán. Én is nem ezt mondtam, én is elmegyek, csak hogy azt mondtam, hogy valószínűleg az emberek ezért nem mennek el tömegesen, mert hogy benned van, hogy most valamilyen nyomorúságos, ilyen állízó készlet ellenőrzésen mindjárt megbukok. A láthatósági mellé hiányzik. Ezt be kell tenni hátulra. Vagy hát ha rosszul mér az autómnak a kilométer órája, és ő 130-al. Vagy egyszerűen csak fogadjuk, hogy arra játsz. Mozgójárműből nem tud mérni. Tehát, hogyha te egyébként 60-nal megy, és te megelőzött 72-vel, mi ez a mozgótrafibax, ez legenda, ez nincsen? Szerintem nem tudnak mozgóból mérni, nem? Hát nem egy... nagyon van ilyen. Mozgótrafibax szerintem nincsen? Nem. Hogy megy, én egy csomószor ráparáztam erre, hát miért, tudja, hogy mész 60-nal, rá van kötve az ősebességmérőjére, azt abból kivonja, vagy összeadja a tiédet. Szerintem mozgóból nem mérnek. Nincsen magyarországon? Szerintem nem. Szerintem nincsen. Te kuncogott a Gábor, amikor mondta ezt neked?
Ja, igen, nyilván. Na, tehát nyugodtan meg lehet előzni, valószínűleg igen, ez egy de látjátok, ti is reflex. Van ez a tömeg. Ez, hogy beállnak szépen mögé, nehogy baj legyen, engem nem fognak elkapni, azok szépen a taraszolgat. Igen, de az a rendőr, aki így megy, azért ez kicsit élvezi, tehát ők azért sokszor direkt csinálják. Tehát 70-nel így beáll a sor elére, 50-nel. És rendet tartanak, és kicsit azért tudod, azt így élvezik, hogy most ők ott úgy mennek elő. Tekintetük utcát sofőr. Tehát ez ilyen te mit mondasz anyának ilyenkor? Anya, menj el mellette nyugodtan, miénk is az út. Ezt nem hinném. Ne, mondom neki, hogy anya. Tedd a balcombomra a kezemet, addig is teljen az idő. Nyilván. Bukjárt az ölembe, anya. Majd én tartom a kormányt. Ne csak az időt teljen, igen. Nem, Móni nem szívbajos, ő simán megelőzi őket. Hogyha teheti, de nyilván szabályosan. Nem, nekem mondja. Apa, tedd igen, mert fel a jobb kezedet. Jó, most a középsúlyad, a többit hajtsd le. Rohadt zsaruk. Rá is vonatkozik a jobbra tarts. Tehát persze. Az, hogy egyébként egy 70-en lehet menni egy úton, egy kétsávos úton, és ő egyébként 45-tel cirkál a belső sávba, azt nekem miért kellene eltűrnöm? De én van, amikor villogok. Azért is. Tűröd el, mert össze-vissza fosod magadat, hogy mindenki fog is, menni. Nem kell. Hát de, hát ezért. Hát ott beállsz mögé, én jobb a békesség, azt itt ott ellavírozol mögötte, nem? Hát olyat még nem látta, hogy három autóval mögötte kiszedtek valakit, olyat már látta, hogy ha elmész mellette, akkor rád potintja a szirénát, az kivesz. Hát azért igen, persze. Hát, kivenni bármikor ki tud. Hát, de jobb a békesség, öt autó a mögött ellapítasz. Én van, amikor villogok is. A rendőrre? Persze. Mennyi már. Lovas szobrot nem, a nem, hát figyelj, jobbra tartson a kreszben. De nem, ebben semmi nincs. De tehát, hogyha te mögötte mész, és én sietnék, és én mehetek 70-nel, és ő 45-tel a belsőben megy, akkor simán rávillogok. És akkor vagy indexel, kimegy, és akkor átnéz, hogy úristen, ki mert rávillog, miért? Ha a közúti forgalomban halad, ugyanúgy vonatkozik rá kereszt. Így van. De nem, most nem így van. Nem arról van, hogy én megtehetem, hanem arról van szó, hogy ha ő egyébként utána 10 km alatt valakit megbüntet, mert nem tartott jobbra, akkor ő sem menjen 45-tel a belső sávban, hanem hagyja azokat menni, akik mennének mondjuk 65-tel, és menjen ki a külső sávban. Ne bent vagizolj. Nincs megkülönböztetett jelzés, akkor semmit nem. Ennyi, tehát rendőr, simán, ez, persze. Jani nem hitte el, nekem ez legendálvás irányította ezt, ami tényleg egy megtörtént eset volt, amikor nem engem vett ki a rendőr, majd megálltam a benzinkúton, és utána mondtam nekik, hogy egyébként jó, hogy nem engem vetettek ki, mert én megláttam, hogy nem indexeltetek ki fel a körforgalomból. Na, tehát, ekkor büntettek meg. De Jani azt mondja, hogy én ez puha vagyok, pedig ezt esküszöm, hogy megcsináltam, ki fogom kérni a benzinkút ipari kameráját, és be fogom hozni nektek, mint bizonyító felvételt. Ja, de és a rendszámtáblátokat is lemoshattátok már le. Felverődött rá a sár. Jó, félve kérdezem meg Balázs hozítéletet, hogy mennyire jogos a safety car-ral kapcsolatban. Tudom, az ítélet. Megérkezett az ítélet. Mennyire jogos? Jogos lenne abszolút, de mivel... Na, miért akarod elvenni te azért tudod csak kettest adni, mert hogy közben... Miért? Mert te is azt mondod, hogy puha vagy, és hogy te nem, félsz attól, hogy kiszednek. Most mondtam el egy történetet, amikor én fölálltam, és odálltam, és azt mondtam, hogy nem indexelt kifele, megbírságolom a rendőrt. Jó. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Reméljük kifele sztereóba ment. Nem, ez nem olyan. Tibi hozta a szignálokat. Monók. Kicsit monó van, ne arra ugyanok. A Jack Dugó már kicsit viseletes a Jack Dugó itt lassan most már azért. Na mi a téma, Tibi? Ja, találtam egy magyarázatot arra, hogy miért vagyok ilyen kapósan ők körében. Akarjátok tudni, vagy, vagy már jöhet az indulós kerék? Nem lehet, tehát úgy kezdtük, hogy Kassa Tibire issza magát, azt ez te mit csinálsz? Ez egy ilyen nap, jó, menjen. Egónap, egóked. De tényleg csípnek? Vagy engem ezt csak te állítod? Nem, engem nagyon, és mindig kerestem a magyarázatát annak, hogy egyébként miért van az, hogy bizonyos palik baromira mennek, és egészen jóképű palik. Nekem volt egyszer annak idején egy főszereplőm egy klipbe, olyan jóképű volt, hogy még férfikét is írni tudtál volna. Tehát, hogy hogy ez? Hát és azért csak azt gondolom, hogy azért csak nem. Csináztak egy portfólió. És azt mondta a csávó, amikor mondtam neki, hogy én így néznék ki, már nem itt tartanék, mondtam neki, mondja, hogy jaj, ez a hat hónapja nem voltam nővel. És halálosan jóképű. Ha így néznék ki, te is meleg lennél. Mondta a srác. És megvan a magyarázat, az pedig nem más, mint hogy a nők egyébként a humorérzék alapján választanak alapvetően. Ezért vagyok én kapos, mert a humorérzék az abszolút első számú dolog most minden párkereső oldalon, vagy társkereső oldalon a humorérzéket emeli ki mindenki első számú szempontként. De akkor most is tök viccelsz. Csak tréfáltam. Nagyjaj. És állítólag azért, és nagyon fontos a férfitársaknak elmondani, mert hogy ez alapján tudják azt megnézni, nem azt mondani, hogy jó
poénokat akarnak tőled hallani társaságban, meg a Hauta magazin összes olvast föl nekik, hanem hogy ebből olvassák, hogy te mennyire vagy ambíciózus, hogy te mennyire vagy, hogy mennyire improvizáció, mennyire találod magad föl váratlan helyzetben, tehát hogy ez egy ilyen kivonata a te személyiségednek, maga a humorérzék. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, ezért ez egy magyarázat arra, hogy én miért vagyok ilyen döbbenetesen kapós. Hát ezt azért sok csajnál szerintem ilyen nagyon vicces, hogy a diszkóba kimész és beszállsz egy trabiba, azért nem biztos, hogy végig nevetik veled az utat, nem? Tehát, hogy én értem, hogy nagyon, nagyon, nagyon fontos. Tehát humor legyen meg sportkocsi? Igen, tehát azért... Még mindig én vagyok? Nem. Még mindig rólam beszélünk? Még mindig nem tudtam olyat mondani, ami ne te lenne. Igen. Nem minden nő ilyen. Sőt, hál' Isten, vannak azért kivételek, csak mondom, hogy azért lehetsz nagyon vicces, meg elviheted valahova hamburgerezni, ha utána mondjuk neki az a fontos, hogy legyen egzisztenciád, akkor azért... Srácok, nekem bérletem van, de azért a biztonság kedvéért mindig van nálam egy plusz vonal. Átszálló? Hallod, hát. Jó, de egyébként a szingliség tényleg egyébként egy ilyen nagyon nyomasztó állapot, és azon kaptam magam, barom sok barátommal beszélgettem erről, meg a családban is van olyan, aki küzd ezzel a szingliséggel, hogy egy bizonyos idő után egyébként már nem szívesen vállalod fel, én is így voltam vele, hogy egy bizonyos idő után már úgy kezded úgy szégyelgetni. Tehát hogy vagy hazudsz róla, hogy mióta vagy szingli, vagy már egy kicsit úgy elnyomozgat. Mi volt a leghosszabb idő, amit egyedül csapattatok? 3 nap. Te hülye. Jó, de volt ilyen szingli időszak, amikor úgy nem találtál bele? Mennyi? Hát egy másfél. Egy másfél év? Mm-hmm. Hát az már azért nem rövid. Az jó, nem. Nem voltál egyedül. De se? Csak azzal voltál, akivel akartál. Hát valahogy elmulattam. Hát azért. Tehát egy kis társas magának. Ez nagyon tudják mesélni. Jöttek, mentek emberek. Nagy volt az átmenő forgalom. De régen volt. Összességében magányos voltál. Belül mindig, de virtuálisan soha. Nem, de hogy egy bizonyos idő után már az ember inkább bevállal egy ilyen törzsi vírust, mint hogy mint az szingli. Tehát, hogy még szingli, vagy nem ebolás? Tehát, hogy, de miért ciki? Egy idő után az. Szerintem egy idő után belülről annak éled meg, mert hogy miért vagy, akkor most biztos valami baj van velem, hogy miért nem találok egy olyat, akinek én kellek. Tehát, hogy egy idő után az ember ezt elkezd ilyen furán megélni. Én ezt baromi sok emberen látom, hogy mikor megkérdezem, hogy mondjuk mikor voltál utoljára palival, vagy mikor volt utoljára komoly kapcsolatod, és hogy belemond egy ilyen 1 évet, 2 évet, akkor fél éve nem szexelt, akkor először is azonnal elmegyek, hogy itt jön a felmentősereg, illetve látod rajta egy picit, már szégyelli, mert azt gondolja, hogy baj van vele. Tehát, hogy egyre rosszabb, és nyilván ilyenkor ez ilyen plusz kis mélypont. Erre próbál egyébként megoldást kínálni egy weboldal, aki picikét próbál segítő kezet nyújtani azoknak, akik nem tudnak becsőzni vagy bepasizni. Most konkrétan a férfiaknak tudunk egy picit segítséget nyújtani. Saját vállalkozás? Én indítom, nem, semmi közöm nincsen hozzá. Van egy fotós, aki olyan profilképeket gyárt neked, amivel megoldja a szingliségedet. Olyan fotós csomagokat. Segít becsajozni? Segít becsajozni, olyan megnyerő profilképeket fotóz neked, különböző csomagokat ajánl már, és mondom nektek, hogy milyen csomagok vannak, amivel a szingliséget át tudod törni. Ugye nem SP? Nem. Nem, szándékosan nem fogunk a reklámot, nem akarok kicsen. Maga a jelenség az, ami inkább érdekes. Mutatom, a James Dean csomag. Jaj, de kellemetlen, úristen. Mondom neked, hogy mit tartalmaz a James Dean csomag. A fotózás több helyszínen történik. Rohadt szexi, mi? Két szuper elegáns ruhát szerzünk erre az alkalomra. A 3 fotózás során a filmtörténet leghíresebb férfi színészeinek pózait valósítjuk meg stylish segítségével a te alkatodra, habitusodra alakítva. Most kicsit gondolkozom, mi a filmtörténet 3 leghíresebb pózán? Tehát ez... Hát egy beintés, egy... Mi az a filmtörténet 3 leghíresebb pózán? Na de itt akkor mennyire rámozdult arra, hogy kilátástalan vagy? Tehát mennyire lehet elkeseredve a szintviségben az, aki a filmtörténet 3 leghíresebb pózáért megy el egy fotózásra? Darth Vader look után nyúl. Az a durva, hogy szerintem ezt kajálják. Simán, nem? Szerintem simán mennek. Hát ez a James Dean pose, de most az 50-eseknek... James Dean csomag. Tehát most az 50-eseknek szól ez? Tehát, hogy így kinek? Tehát, hogy én lassan elgondolkodom rajta, hogy ki tudja egyáltalán, hogy na jó, de már nem tudják értelmezni sem. Hát akkor miért az a klasszik kép, a motoron ülős lóga, azt hiszem. Igen, az a vagy ennyit is a görkabát. Na jó, de nem, neked nem kell beugorjon James Dean, csak ez egy nagyon jó kép. De miért nem Brad Pitt csomag? Mert ez James Dean csomag, ne kötözködjél. És ez a különleges képekből álló fotósorozat 50 választott képpel mindössze 120 ezer forintba kerül. Mondj már 2 poszt. Külön ajándék 2 darab 40x60-as plakátfotó.
Na, most mi a búbánatos francot csinálsz te két darab 40x60-as plakátfotóval? Kiteszed az M1-M7 bevezetőjére. Rohagyjak, mert kezd tetszeni ez a csomag. Én azt gondolom, hogy ha még nincs a hálószobádban egy narckép plakát formájában, akkor csinálnak. Én megnéznék egy ilyen plakátot például a Tibivel, mondjuk a Conan a Barbárból. Az egy nagyon híres póz szerintem, amikor... De áll a karda? Például az, igen, vagy amikor egy ilyen pincerpózzal tartja a feje fölött, két kézzel fogja azt a hatalmas pallóst az arcot, és így. És kis fejpánt rajtad, beolajozott felsőtest, lebarnítva. Vannak még más csomagok egyébként. Na, mondj még egy-két nevet. Á, nem nevek vannak, az a baj, a következő csomag neve az ellenállhatatlan. Jaj, de rossz, de rossz. Úristen, de rossz. Hát itt sincsenek. Itt az van, hogy a két órás fotózás során híres férfiak legütősebb beállításait valósítják meg, ezek közül ugyanaz, csak 99 000. A következő csomag az a hódító. Egyszer volt egy randigurú, akit behívtunk, nem emlékeztek? Egy nyomorúságos volt? Beszélt, hogy volt valami csomag, és akkor a randi oda mész, és akkor hogy csokolod szájon, mit mondasz neki? Hát életemben nem hallottam még olyan rossz dumákat, amiket nyomott arra. Emlékeztek? Hasonló volt-e, mint ez? Csak nem fotókat csinált, hanem szingliket akart összehozni, mint magyar randigurú. Ú, de kellemetlen volt. Tanfolyam is volt nagyon sok pénzére. Hogy kell menőn nézni, menőn járni? Atyaisten, nagyon kellemetlen. Tök jól találtam, van egy olyan csomag, hogy a próbálkozó. Az már igazán nyomorul, de a 15 000-ért csinálja, az tök jó. A képek stúdióba készülnek, 40 perces fotózás, hülye vagy annyi dolog, sminkelnek egy normális fotózáson. 40 perces fotózáson egész alakos közeli, jól bevált beállításokkal, majd azt mondja, ravasz világítások. Ravasz világítások. Nekem azt tetszik, hogy élelmes. Tehát, hogy valamit megpróbált kitalálni. Már nagyon jó, és azt írja, hogy három háttérrel készülnek rólad a meggyőző képek. Ravasz fények, meggyőző képek, meg van. James Dean, ravasz. Ezt te érted, ezt milyenek a ravasz fények? Ez csak te is espért. Ravasz fény rohadt nagy ellenfénybe, ott állsz egy ilyen nyomorúságos fekete sziluett egy Luka fotón, és akkor azt mondta, hogy hát miért, a ravasz fények az az, hogy egy rohadt nagy dagat vagy, akkor oldalról, mint tokás, akkor oldalról megvilágítanak, és úgy egy ilyen 50 kilót levilágítanak róla. Tehát erre abszolút vannak dolgok, de amikor egy randira oda mész, érted, akkor ott valamit villantani kell. Tehát akkor ott nem tudsz egy ilyen állandó oldalfénnyel megérkezni egy randevúra. Tehát, hogy viszel magadra egy ilyen állandó derítőlapot, hogy magadra... Igen. Na, most nézd ide. Úgyhogy ezek a csomagok vannak, illetve... De egyébként nézd meg, nézzétek meg, itt ismert emberek vannak. Nézd meg, ravasz. Nézd meg, mennyire ravasz, mennyire meggyőző. Na, a vastag Csabitól vastag. Aha, tehát, hogy csinált Majka. Ez érdekes. Biztos. És ezek ravasz fények, vagy a meggyőző üzők? Ez a James Dean csomag lehet. Atyaisten. Még a Kavarás Iván is ott van. Jó, egy picikét a másik oldalról is közelítsük meg, hogy csinálj meg a kedvet. Tehát, hogy mi szól a szingliség ellen is mellett. Én találtam egy ilyen listát egyébként arról, hogy miért jó egyedül. És ezt ti most, aki párkapcsolatban vagytok, én most azt mondom, most én akkor átállok a szingli oldalra, és ti most védjétek meg akkor, hogy ez minden jobb párkapcsolatban, nem a szingliség. Jó. Jó? Mondom nektek, hogy mik vannak. Kérdezi valaki Paudics Béla csomagban? Van, de az nagyon drága. Az másfél millió. Az extra durva, igen. Na, mondom neked, hogy mi szól a szingliség mellett, és cáfoljátok ti. Az első, hogy van időd magadra. Ezt adom. Ez jogos, igen. Hát az ügyesebbi kezem. Nyilván, vagy család, párkapcsolat, gyerek, hát akkor az ember háttérbe szorul, hát előbb kezd föl a gyerekhez, dolgokat intézze, persze az embernek legkevesebb ideje magára. Egy nulla szingliknek. Viszlát féltékenység. Ugye? Ez nem minden kapcsolat velejárója szerintem. 2-0 a szingliknek? ez nem minden kapcsolatban van, tehát ez nem törvényszerű, hogy azért, mert valaki párkapcsolatban él, ott van féltékenység, szerintem, tehát ez nem lehet általánosítani. Hát ide, amikor hazaviszel valakit, annak nem örülnek. Ez mind a két kapcsolatban ott van, szerintem, ha van. Ez jó. Mind a kettő egy-egy pont. Itt van egy, amit nem tudtok tőlem elvenni, van időd a barátnőidre. Ez hát igaz. Ez nehezen védhető párkapcsolatban. Kivittem. Van ilyen, hogy koncentrálhatsz a karrieredre, ez baromság, koncentrálhatszom is a karrieredre. Jó, magadnak oszthatod be az időt, tehát ez is ez. Itt van, egy jó, ezt nem tudjátok elvenni, a szingliség mellett szól, senki nem falja fel a kaját a hűtőből. A rohadt flamós nő. Fura. De úgy van, hogy egyet elviszel haza, és akkor kirám olyan hűtőt, ha itt hazarángatsz. Ja nem, hát én fölcetlizem. Ebbe beleszel, letöröm a kezdet. Igen. Ez a sajtos tét az enyém, rohadj meg. Ha két hónap múlva is ebből együtt leszünk, ebből lehetsz.
Vagy akkor sem. Ha még nem jár le. De te ilyen női magazinokat olvasol, Tibi? Ezeket honnan szeded? Mert mostában én nagyon helyes ilyen női témáidban. A kozmetikuson mondta. Azért mondom, hogy epiláltat is ott szeded össze ezeket, ne, hogy hol? A kozmetikuson mondta, mielőtt mentem a sminkezsemhez. Járatod a Bravótot újra? Jó, ez egy ilyen fölnyalatos tett kombó. Jó, ezt meg se szüntette a járatás, csak megtanultam olvasni. Szemétládák veletek. Jön még a Bobó és Góliát is? Vagy? Gyerekek, veletek tegyen jót az ember. Nincs, szabályosan nincs kedvem folytatni témát, csak egyetlen egy dolog miatt nem szállok még ki a beszélgetésből, mert különben nem tudnám elmondani, hogy holnap este fantasztikus klubkoncerttel várok mindenkit a szokott helyen, Budapest belvárosában. Na. Nagyon helyes. 2 órás élő koncert. Kassa Tibire iszom magamat. Nagyon cső. Nem is kérsz tapsot? De várj, illetve. Félve kérdezem, hogy rengeteg jó ért, amit hoztam, illetve a holnap esti klubkoncerte miatt. Járhat-e elő? Ez a mono Tarzan csomag volt, igen. Jogos a tapsisos igaz. Jogos, mert éreztete is, hogy ebben már nincs több. Mi? Milyen szépen kibeszéltem nektek, felmentő sereg volt. 3-4-10 van pontosan, rögtön jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 2:10. Hívjuk a nap hallgatóját. Nyereményeink vannak. Amerikába. Mm-hmm. Ha, tény. Ho-ho. Már a helyi kis Amerikába. Igen. Morning show. Az bizony, jó reggelt. Hello. Jó reggelt. Sziasztok. Egyszerre tudok mono és sztereo tapsot is, amit akartok. Minden tudok. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak? Szia, Martin vagyok. Martin, hello Martin. Ugye arról beszélgetünk, hogy Jánost megvádoltuk azzal korra reggel, hogy a Lőrinci haverét, barátait, barátnőit, ismerőseit nyomja adásba, mert az elmúlt 3 hétben az esetek nagy többségében mindenki Lőrinci, aki adásba került. Egy ilyen összeesküvés elmélet gyártottunk, hogy Anna és Jani összejátszik. Ugye, Feri, mert hogy tényleg mindenki. Hát, mindenki 70-80 százalékos. Állandó lakcímet akar. Anna nálunk, és erre megy kéje. És ugye mondtuk, hogy lőrinciek kiméljenek, hívjanak nagyvárosokból, bárhonnan Budapesten kívülről, csak ne Pest-Szent-Lőrincről, mert hogy azok nem kerülhetnek adásba. Tehát nagyon egyszerű SMS-t írták. Azt írtad, hogy akkor mától Lőrinc L. László se játszhat. Ő is lőrinci, nem? Igen. Kicsit fáradt volt, de kedveltük, szerettük, elfogadtuk. Úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Köszönöm. Pesti vagy? Ne, Pest mellett Maglódi. Maglódi. Hány évek keresztül haladtam át rajtatok a vonattal. Na, mert hogy van egy ajándékcsomagunk neked és még annak, akit vinnél magaddal, egy kis... És a kutyának. A kutyának is így van. Egy kis utalvány Budapest legeslegjobb amerikai éttermébe küldenénk el téged. Budapest? Jó. Magyarország. De jó, na. Kárpát-medence legjobb amerikai éttermébe küldenénk el téged, és a kedvesedet, ha van. Természetesen. Hogy egyetek, igyatok a mi számlánkra, illetve az étterem számlájára. Pontosabban, amit azt... Nagyon szépen köszönjük. Kiegyenlítünk. Jó, szeretitek az amerikai kajákat, hamburgerek, sékek, üdítők? Minden jöhet. Minden evők vagyunk. Na, akkor ti jól fogjátok. Ja, most kaptuk az információt, Közép-Kelet-Európa legjobb amerikai étterem. Nagyon menő, nagyon kult hely. Jó, imádják a pestiek, úgyhogy szeretni fogjátok. Rendben van, még van egy plusz ajándékotok, azt is meghallgathatod. Most látom, hogy milyen bőkezőek vagyunk. Gyerekek, tele vagyunk. Így van. Marti, jó étvágyat nektek, érezzétek jól magatokat. Ciao. Köszi, sziasztok. Hello. Jaj, elfelejtettem mondani, mert hogyha jönnek be Maglódra, akkor Rákoshegyen le tudnak szállni, és akkor oda kimegy értük a Csabi, és behozza őket, mert ő keresztúri. Igen, Csabi, hello, jó reggel. Vagy hazafele hoznak nekem egy hambit. Szevasztok. Nem tudom, olyan álmos vagyok. Ma mindenki kicsit nyomott. Van egy ilyen összeesküvés elméleted erre, hogy ez mitől van? Aludni kell. Aludjál. Mely nem alszol. Feküdj le előbb. Az éjfél előtti alvás sokat számít. Ennyi, kevesebb matyizás, több alvás, Csabiká. Megriadsz hajnali 4-kor, ne egyből az legyen. Jaj, hogy írtál, megint eltévedt a kezem, próbálj meg vissza. Köszönöm a segítséget, srácok, kösz. Holnap már sokkal jobban leszek. De van egy ilyen kollektív elhűlés ma, tehát ma kicsit mindenki nyomott, fáradt, én kicsit így lent vagyunk, nem tudom, ez valamilyen. De majd én most mindjárt feltörlöm. Na, remek zenék?
ráadásul remek zenéim lesznek. Miley Cyrus, aki most az MTV European Music Awardon megkapta a legjobb videóért járó díjat. Aztán rágyújtott egy spanglira a változatosság kedvéért. Találgat össze-vissza az a kis csaj. Főszereplő szeretne lenni. Amsterdamban meg hát valami. Jó, hát akkor mi nem fapapucsban ment föl. De ez volt az. Ez még jó, én nem vagyok nem annyit, vagytok a... Gagyi. Ugye? Az, Gagyi. Ő egy tök jó énekes egyébként. Nem érti az ember, hogy minek kellenek ezek a teljesen felesleges. Nyilván írnak róla 6 címlapot, én ezt értem, csak olyan... Tehát ennél lehet jobbat is kitalálni, nem? Lehetett volna, igen. Na mindegy, neki van ez az újdonság, amivel megnyerte ezt a legjobb videó kategóriát, a Wrecking Ball, és akkor ezt meg is hallgatjuk a következő órában. Legyen így. Csabitól lehet dalt kérni a kívánság műsorban, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Mára ugyan a Morning Show lehúzza a rolót, de mindenki őrizze meg a hideg mérét, hiszen holnap is a mikrofon mögé ülnek az éter nagy ágyúi, Balázs, Feri és Jani. Addig is kívánjuk a legjobbakat, most konkrétan Abaházi Csabát a kívánság műsorral. A viszonthallásra. Klassz FM közlekedés biztonsági percek a Marsó Angyalok támogatásával. Szárnyaink alá veszünk az utakon. Életünk rendkívüli mértékben felgyorsult, gyakran csak perceink vannak, hogy elérjünk egyik helyről a másikra. Minden alkalommal tapasztalhatjuk, akár autóban ülünk, akár motoron vagy kerékpáron, de gyalogosan is, hogy a közlekedés szereplői rohannak, türelmetlenek, idegesek egymással is. Fontos, hogy minden esetben megtartsuk önuralmunkat, hiszen a feszített tempó okozta feszültség nem csak konfliktusok, de balesetek okozója is lehet. Őrizze meg önuralmát és élje át a vezetés élményét. Balesetmentes közlekedést kívánunk. A Klassz FM közlekedés biztonsági percek támogatói a Marsó Angyalok. További info a marso.szervizekben és a www.marsoangyalok.hu oldalon. Reklám. Gratulálunk a nap hallgatójának! Nyereménye a Dallas amerikai magyar étteremtől egy 7000 forint értékű Dallas Live páros belépő a november 16-ai Elvis emlékkoncertre, mely 3000 forint éttermi fogyasztást is tartalmaz. Dallas amerikai magyar étterem, Budapest 3. kerület, Zaj utca 5. www.dallasétterem.hu. Gratulálunk a nap hallgatójának! Nyereménye 2 darab belépőjegy a november 15-e és 17-e között megrendezésre kerülő Automotorsport Expo-ra, a Hung Expo Budapesti Vásárközpontba. A Klassz FM és a Morning Show nyereményeit a Magyar Posta juttatja célba. Magyar Posta, egy biztos pont a változó időben. Miért kell a jó gyerekcipő? Mert gyermeke egészséges fejlődése és biztonsága ezen is múlik. A szamoskölyök cipők valódi bőrből készülnek, egészségesek, hajlékonyak, divatosak, és azokat kifejezetten a gyermekek lábára tervezték. Kézzel készült gondoskodás az ön gyermeke számára. Supinát kivitelben is, mely egészségpénztárra elszámolható. A szamoskölyök cipőit keresse a www.kft.hu oldalon. Sziasztok, Sóbert Norbert vagyok. Tudtátok, hogy a szénhidrát szegény diéták nagyon gyors és könnyű fogyási eredményt hoznak, nem beszélve arról, hogy nagyban segítenek a cukorbetegeknek is. Mi pedig abban segítünk, hogy ha nálunk vásárolsz, akkor január 31-ig egy vadatúj Volkswagen appot nyerhetsz, és 50 darab update egy nagy karácsonyi süteményes könyvet. Fogy velünk, tornáz velünk, vásárolj és nyerj. Részletek a magyarországi Norbi Update franchise boltokban, illetve az update1.eu és az update1.hu weboldalon. Culevit tanácsadás, tessék! Édesapám rákbeteg. Az onkológus a Culevitet ajánlotta. Ez tényleg segít? Tudományosan igaz.